time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Óra után 18 perccel jó reggelt. Kívánom mindenkinek, Feri, Jani, hello. Hello, jó reggelt. Mi volt ez a tűz? Earth, Wind & Fire, jó, és a kocsi hallottam, nem akartam elhinni hát valamit, jó Isten. Atya, van jó daluk is, mondjuk az se friss. Van. De hát én mondjuk a tegnap bedurantott a Notorious című szám után már, ami ugye Duran Duran egyik klasszikus, már nem csodálkozom, hiszen az egy 30 éves szám, idén lesz. Szerintem ez régebbi. Ez nem régebbi. Tehát ez a 60-as évekből volt, vagy aha, nem is tudom, 70-es évekből. Már retro diszkót is vállal DJ Otti. Atya úristen, Earth, Wind & Fire. Jézus, atya úristen. Na. Na, mi újság van? Minden oké? Okay. Csütörtök van, ez jó hír. Bizony. Aha. Hamar elment ez a hét. Nagyon, egy kicsit melegebb a reggel, mint tegnap, vagy legalábbis nem érzed annyira a hideget. Igen, ez egy két fokkal. Egy pont. Egy két fokkal, igen. Hát tehát pont jó. Pont jó tud jönni. Persze, lehet mondani, hogy szakadtam a víz, annyira melegen volt, de nem tudnám ezt. Jön a napsütés, állítól a két végére, úgyhogy nagyobb baj nem lesz egyébként. Igen. Viszont, ami idegesít, na, mi van a világban, gyerekek? Mi van a világban? Bebe is elhagyta a feleségét, és az én baráti köröm és egy csomó ember megőrült karácsony hát előtt egy hónappal. Miért csinálják kapuzálási ezt? Hát, hogy két ajándékot kapjon. A régitől, meg az újtól, gondolom, nem? Hát ez, mondjuk ez zseniális. Jó, gondolom, ez jó ötlet. Benne. Egy csomó családról hallom most, hogy megőrültek, de így nem is láttad rajtuk eddig, vagy nem is ennyivel nem terigeti az ember ki a szennyest állandóan, hogy baj van odaben, vagy a kapcsolatban, de most valahogy így megszaporodott ez a válási őrület, vagy ilyen elhagyási őrület. És gondolkodtam, hogy mi van, tél, hideg, ráérsz. Hát nem, biztos rájöttek, hogy azt a rengeteg szeretetet, figyelmességet és minden más jó dolgot, amit eddig a feleségüknek adtak, vagy a feleség adott a férjüknek, meg kell osztani máshol, és nem lehet neki irigyek. Túl sok van? Tehát túl sok a szeretet, és az nem elég. Így van. És látják, hogy a világ boldogtalan, és másnak is kell adni ebből a sok jóból, amit az ő feleségük, vagy a férjük kapott, és akkor azt mondják, hogy akkor ezt meg tudod érteni, úgy szívem. Igen, nem, megyek nem én is. Olyan furcsa, hogy vannak ilyen korszakok, amikor ez így megszaporodik. Volt ez régen is, nem? Nyilván volt, meg jó. Tehát, hogy annak sem vagyok a híve, hogy akkor éljünk együtt úgy, hogy egyébként nem működik. Tehát, hogy annál már jobb, ha kimondod. Csak most őt is olvastam. Csak régen nem volt ennyi bulvárlap, és nem írták meg. Régen csak a Reform magazin volt nekünk. Meg a Parabola. Meg a Parabola, és abban nem volt benne. A Parabolában voltak csöcsök, nem? Nem az volt? Nem ott voltak mellek? A hétköznapi Parabolában nem volt annyi, a Superbolában valahogy ott mindig egy picit így tényleg a lovak közé dobták az gyeplőt, az Árkus Józsefék, és akkor lehetett. Imádtam. Az Árkusnak a finoman ellenzéki poénjait azt nem nagyon értettem, viszont ezt értettem, amikor bejött az iskolás, akkor super volt. De ez a zenéhez pont mezőnyébként. Abban volt ez a menő manó is? Igen. Igen. Hát meg a szombatesti filmpoktélban. Tehát, hogy oda is bedobtak ilyen dolgokat, de hát régen nekünk tényleg csak annyi volt. Tehát emlékeztek rá, ez volt az első, emlékeim szerint az első, aztán majd, ha valaki jobban emlékszik rá, akkor az majd kijavít, de én a Reform magazinra emlékszem. Ami ilyen klasszik bulvár volt. Reform volt, tényleg Reform, azzal indult. Igen. Az volt az első, nem? Vagy Kurír? Az kurír volt. Igen, de az egy picit. Aztán vas volt vasápi kurír, és akkor úgy tényleg vasárnapi kurír volt, emlékeztek? De azt nem tudom, amikor volt a Reformhoz képest, tehát a Reform előbb volt. És ilyen nagyon fura, ilyen kemény papír volt a Reform, és nem is volt összetűzve talán középen, hanem így egymásba hajtogatott ilyen lapokon. Nagyon furcsa kis magazin volt, de az volt az első fecske ilyen bulvárfronton. Úgyhogy ez jó is volt egyébként. Igen. Hát az egy bőven a gyerekkorunk egyébként. Ja, de milyen messze volt a mai bulvártól? Hát, mennyi volt még benne az igazság? Na és egyébként minden oké, minden rendben. Hát gyerekek, én tegnap táncoktatáson voltam, nem nagyon árulnám el, hogy milyen okból kifolyólag. Mondjuk azt, hogy azért, mert balagni fog a lányom, és meg kell tanulnom egy-két tánclépést, hogy ne égjek. Ne, azonnal álljunk meg, mert ha az én lányom ballag, akkor nem én táncolok. Én ülök egy asztalnál, kikérek egy gyönyörű fröccsöt, várom a vacsorát. Tudod, mi van? Hát a végén illik felkérni, és már ettől engem lever a víz. Tehát, hogy eleve olyan furán fogunk kinézni egymás mellett,
gyerek már most ugye lazán 10 centivel magasabb, mint én, ha még felvesz egy nőiesebb cipőt, akkor aztán meg végem lesz, de hát ugye illik felkérni, és akkor meg kell tanulni egy-két dolgot, egy-két apróságot, egy-két klasszikus mozdulatot. Hát igen, ebből kifolyog is, meg egy másik ügyből kifolyog is, és hát nagyon örülök neki, amikor mi tényleg bejön mellém egy ember, aki 20 éve, 30 éve, nem tudom, az élete nagy része gyakorlatilag táncról beszélt, táncolt, laza volt, gyakorlatilag az élete a ritmus, a vére a tánc, a vére a mozgás, és akkor azt mondja, hogy Janikám, hát figyelj, érte, 2, 3, 4, 5, ennyi, és kész, sos, meg is vagyunk vele, hát látod, nem olyan nagy dolog, és akkor én meg ott állok ilyen szerencsétlenül. Kis melegítő nadrágodból a tükörszobában. Igen, és akkor azt érzem, hogy így lépek hármat, és így ketté török, annyira merev vagyok, a csávon be, és akkor igen, és tolod, és laz, és érezd, és fios ott a ritmus benne, és megvan, ugye? Ugye, hogy meg, na, meg is vagyunk a harmadában. Tudod, és így állok, és így persze, te igen, de én meg azt sem tudom, hol vagyok. Egyfajtát kell megtanulnod, vagy többet? Többet. Atya úrisen, de ez most a műsor, és a ballagás? Igen. Tehát, hogy minden van benne, mindenre készülök, így fejben is, testben is, most egyelőre fejben készülök, ez azt jelenti, hogy kb. Mit tudom, 2 órát alszom, mert rémálmaim vannak a következő promója, tehát, hogy kb. Ennyire készülök fejben, tehát testben is azért próbálok, de tényleg ezt szeretem a legjobban az egészben, amikor jön valaki, akinek az egész élete erről szól. Tehát, hogy gondolja, napi 8-10 órában, igen, és azt gondolja, hogy nekem is, hogy én is hallom azt, amit ő hall, de nem. Nem, Tomi, nem hallom. Foxtrot, csa-csa-csa, mit vesztek most éppen? Angol keringű, nem, bécsi? Nem, ráadásul van egy funkit. Tehát, funky táncolsz? Igen. Tehát, hogy olyan típusú lazaságot várnak el tőlem, ami soha nem volt rám jellemző, és akkor így, tudod, jön a srác, mutatja, és meg is, hogy is hallod, és oké, figyelj, már össze is pakoltuk, még egy kicsit díszítünk rajta. Igen, és kinézel, és laza vagy, és rakja be egy ilyen fejmozdulatot, mert ez annyira, és mondom, de Tomi, tehát ezt te meg tudod csinálni. Letörik te a is nyakam. Meg tudod, igen. Nagyon majd, jó igen, lesz. Most a következő ötletem az, hogy ígyunk majd előtt egy felest, mert akkor talán le tudok lazulni annyira, mennyire ő. Figyelj, az nem is párgaz gátülés, most megtanítom. 46 éves igen, vagyok. Nem keringő van egyébként, vagy ez a szalagavató? Vagy? Szalagavatós. Nem, most keverek azért mindent, mert nem tudom, hogy miről lehet beszélni, meg miről nem. Beszélhetsz róla. Lesz egy új műsor. Igen. Nem sokára az RTL-en, és Elme szerepel benne. Igen. És ugye rámosztott szerepek vannak, meg nem nekem sikerült megint választanom, és hát... Egy táncos műsorban fogsz részt venni? Igen, valamikor majd közeljövőben. Imádlak, ez bevállalva. De nem úgy táncos műsor, tehát alapján véve ez éneklős műsor, csak ugye hát ez a... Szóval tulajdonképpen, na, szerintem el lehet mondani igazából, hogy várjál, én sem tudom, mit lehet mondani. Nem, majd megkérdezem, hogy mit lehet mondani, mert aztán megint... Cseszve. Gyerekek, már 6-tól hallgatnak minket újságírók, de tegnap kaptam egy fülest. 6:00-tól minden újságnál 2 embernek ki van adva, hogy bármit mondunk a folytatásról, vagy hogy hol folytatjuk, vagy hogy mi lesz, hogy lesz, azonnal megírják. Folytatás! Tessék? Folytatás! Így dobjuk be ezt. Úgyhogy egyelőre akkor azért már rákérdezik, hogy mit lehet mondani, és akkor mi utána holnap elmondjuk, hogy te miért táncolsz valójában. De jó, imádlak, hogy ezt bevállaltad, mert annyira nem te vagy. Nem olyan jó pénz. Hát akkor egy nem. Akkor csak bele. Ez az, így is van. Hát figyelj, nem, mert most ebben a pillanatban azt érzem, hogy nincs az a pénz. Hogy túlvállaltad, mi? De figyelj, nem, jó lesz. Bejön egy srác. Bevezeted legalább? Nem, tudom, de benne vagyok a dalok kitalálásában, hogy mit táncoljon, meg mit csináljon a Jani. Készítem a kis macinacimat, egy kis lazapólót, tudod, hogy ezt tudjak mozogni, viszek magammal törcsit, viszek magammal olyan cipőt, amiben nem tapad le a lába. Mit tudom, mit tudom, felkészülök, srác meg bejön, Tomi meg bejön, a tánctanárom, de hülye hangzik ez így, bejön, és a csávó így ledobja a kabátját, és indítja, és ízé, és végig tolja, és halállaza, és ízé, és minden van benne, ami bennem nincs. Minden mozdulatában az elmúlt 30 az év, egyik, ugye? Egyik dal az én ötletem volt konkrétan, a másikban én is benne voltam, igen, hogy az legyen. És kérdezz meg fel, hogy mi volt benne ebből az én ötletem. Semmelyik. Tehát, hogy mi volt egyik ebből sem. Az, ami, nem, amire azt gondolom, hogy nekem testhez álló. Hoztál ötleteket, de mondtuk, hogy oké, jó, na, majd egy későbbi műsor. Jó, majd valahol lesz, persze, de most akkor legyen ez. Mert ez viszont jó lesz. Tudod, és akkor 2 hét múlva mindenki azt mondja, hogy hát Jani, ez nagyon szar. Figyelj, és akkor azt fogom mondani, hogy srácok,
Én mintha jeleztem volna. Bízzál benne, ez tudod, ezt imádom a legjobb mindenki. Ide, hogy külső szemmel, igen, külső szemmel jól látják. Jót adtuk, ne aggódj, jó lesz. A vállukon fognak vinni a televízió néző népek. Igen. Majd megkérdezem, miről lehet beszélni, és akár mondjuk. Amikor mi nagy duettesztünk a Tóth Verával, az elsőben én is így voltam, hogy kell, és utána én annyira imádtam csinálni. Tehát hidd el, hogy ahogy az elsőn túl én is imádom, mert minél tovább foglalkozunk vele, annál közel van a vége. Igen. De imádni fogod, készülsz, már izgulsz rá, olyan jó lesz, jó lesz. Egy tét nélküli marhulás az egész egyébként. Szóval nincs komoly tétje magának a műsornak, egy ilyen tingli-tangli marhulás, de jó hangulatú. Igen, tehát hogy ezt vagy megcsinálod tisztességesen, vagy bizony. Azért hát oda kell tenni magad. Hát valakinek égnie is kell. Figyelj, ilyen szerep is van. Igen, tehát ha lesz 8 versenyző benne, mondjuk, akkor ebből 7 megcsinálja, és itt a Jani, akin kacagunk. És akkor azt mondja, jó lesz, így bízzál bennem, jót adunk neki. Jön a legutoljára, amikor ilyen volt, akkor azt hiszem, már emelkét csináltuk a Wunderschön és Super Sexy, amikor mindig valaki tudta, hogy mit kell nekünk csinálni, hogy mi lesz nekünk jó, mi fog jól állni. Ez tényleg jó lesz. Igen, és ez jobb lesz. Mindegy. És tudod, bejön a srác, bejön a Tom, és akkor tudod, hogy mutatja, hogy akkor jó, ezt ne rak vele, mert ez már jackos. Érted? És hogy ezzel ne keverjük a dolgokat egymással. Ez már jackos. És tényleg megmutatja, és tényleg jackos. Tudod? Ahogy ő csinálja, aha, úgy igen, de ahogy te, az nem lesz az. Belerakhatod, mert ezt úgyse fogja senki fölismerni. Úgyhogy. És akkor mondom neki, hogy te csinálod. Tomi, és akkor belerakok egy ilyet. Ehhez mit szólsz? Ez nem tudom, de nem rossz. Hát saját kultúr. Na jó, mondom. Témodol, és Tomi, ez nem lesz gond, hogyha esetleg valami nem ugrik be azok közül a dolgok közül, amiket te mondtál, vagy te tanítottam, és akkor belerakok valami kis fikcsit magamtól, vagy magamból, és be nem gond, csak a ritmus legyen meg. Az meg lesz. Igen, csak ne, tehát ha táncos a show, akkor csak ne állj. Aha. Ez az én jó tanácsom, mint szakértő. Nem. Csúszós lesz a parkett, úgyhogy nem fog pillanatig sem meg. És otthon már gyakorolsz Mónikával? Kénytelen vagyok, de ő nagyon szeretne nekem segíteni, de mondom neki, hogy inkább üljön a kanapén is. Inkább néz. És szemese, igen, a kezébe az arca. Jó lesz, majd ma rákérdezek, mit lehet, majd csak holnap elmondjuk, hogy mit csinálsz. Jó. És amikor a BK-val így kitaláltuk, hogy elmegyünk egy tánc tanárhoz, a Kerleti Andihoz, és csak én zavartam őt. Tehát aha, igen. Ő tudta, hogy mit kell tudod, csinálni. Mi de te állsz ott, és már azt sem emlékszel, hogy milyen lépés, hagyjatok békét. Legszebbes, hogy egy picit így hátra lépni kettőt, és rámutantam a párodra, és aztán egy szóló. Ez jó. Na, jó van, várjuk akkor és a fejleményeket. Várjuk a fejleményeket, így van. Hogy állunk játékkal? 1-0-ra vezetnek a hallgatók. Tegnap kidumáltátok, egy kicsit macerás volt a játékos. Nem tudom, emlékeztek-e rá, de végigvitte a dolgot. Igen. Ő volt, aki fölírta a kérdéseket. Tudom, igen. Tudod, hogy akkor mi van, mit szeretsz, mit nem szeretsz. A válaszokra nem volt nagyon kíváncsi, de a kérdések azok fixen ott voltak. Igen. Na jó van. Oké, akkor elmegyünk egy picit hírezni. Jó, Ákos jön a hírekkel, aztán meghallgatjuk, hogy mi van az országban, a nagyvilágban. Utána pedig jövünk a játékkal, szerintem pillanatokon belül. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Jó reggelt mindenkinek, 10 perc van pontosan 7 óra. Itt vagyunk, hello. És folytatjuk már, és azt mondja, hogy jönnek már ugye a Mastercardos játékra az SMS-en. A karácsony szót kell, és azt, hogy mit kell? Az összeget így van. Ami így lehet bármekkora összeg, tehát nincsen ilyen limit, hogy mit tudom én, 30 ezer forint, nem, 1 forinttól is akár már részt lehet venni a játékban, tényleg csak annyit kell elküldeni az SMS számunkra, hogy karácsony, és lehet nyerni egy iPhone 7-est, lehet nyerni wellness hétvégét, és 100 ezer forint értékű játékvásárlási utalványt. Ugye ezek vannak már, még egy így tabletet van. Már kisorsoltunk, nagyon örült neki, nyertesen persze, hogy örült neki, egy vadonatúj csúcskategóriás Apple tabletről volt szó, és most még azért hátra van még egy iPhone 7-esünk is. Komoly meg, hát képzeld el, ahol van 2-3 gyerek és egy ilyen 100 000-es játék utalványt hazaviszel, hogy na srácok, akkor választhatok. Tehát abba bármi bele. És első nap leglöki a könyökével a konyhaasztalról a legkisebbik. Hát is. És nem lehet ráhagyni, mert imádott. Hiszen a mi gyerekünk. Bizonyám. Úgyhogy lehet jelentkezni, vagy hát vásároljatok és akkor játszunk. Jó, na itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Ciao, hello, hogy szia. Hívnak, szia! Gyuri vagyok. Gyurikám, honnan hívtál minket? Dunaújváros az én sziget hazám. Ah, Dunaújváros. És kivel játszanál? Balázs veled. De hát, tegnap is eljátszottam. Annyira szeretnék veled játszani, még sohasem játszottam veled. Meg a többiekkel sem, de hát majd később talán sor kerül rá. Később talán sor kerül rá. Igen, én bízom benne, hogy még találkozunk utána is. Tényleg? Nagyon. Hát mi is. Mi is ebben bízunk. Már hallgat a bulvárt. Hallgat a bulvárt. Na, igen. Folytatás. Helyezik a cerezet. Elpszülünk el, minket lehetetlen lenyomni, nem? Szerintem is. Nekem az az érzésem. Valahol fel fogtok bukkanni. Persze. Így van. Persze. A vízbe hultakat is mindig feldobja. Igen, ezt akartam mondani, de nem mertem kimondani. Majd a Jani. Mint paksnál a vízi hulla. Na Gyurikám, induljunk akkor, jó? Kész. Jani? 3, 2, 1, fire! Na itt vagyok. Szia, Otikám. Készültél? Mivel kellett volna készülnöm? Bocsánat, rosszul hallak, bocsánat. Jól hallasz engem? Várjál, ez az én trükköm. Kérdez akkor? Szeretnél? Én kérdezek? Oké. Okay. Kérdezek én. Mire vagy kíváncsi? Te kíváncsi vagy valamire? Arra vagy kíváncsi, hogy mivel foglalkozom? Vagy honnan telefonálok? Azt már kérdezted. Ja, akkor mondd el, mit csináltál hétvégén. Biztos milyen kérdés ez? Biztos semmit nem csináltál. Unatkoztál. Hogy egyből egymásnak esünk? Alkoholista vagy? Tisztán olyan vagy, mint a politikusok. Folyamatosan mellé beszél. Hát várjál, hát kérdezzél valamit, és akkor tudok válaszolni. Vagy értem, ez trükk. A humor van, minden van. Van barátnőd? Otikám, remek zenét. Van barátnőd? Meleg vagy? Csak felesége. Feleséged van? Mióta? Szerintem letelt az idő, nem? Hoppácska, nem! Szerintem letelt az idő, nem? És még mindig van 10 másodperc. De kár érted. Szerintem letelt az idő, nem? Most van vége. Én 54-et mértem. Én ránéztem az órára, nálam letelt, akkor rosszul láttam, bocsánat. Gyurikám. Egyszerre indítottátok. Gyurikám, hát micsoda játék volt ez? Nem volt rossz. Nem volt rossz, én szerettem. Korán van nekem még ehhez, korán van. Csak 8 másodperc kellett volna, 6-8 másodperc kellett volna. Hát nagyon sajnálom, pedig megérdemelted volna, jó játék volt, szerettem. Megérdemeltem, a volna az már maradott el. Igen, szerettem veled játszani, mert máshogy játszol, mint a többiek. Ez jó volt, mindig szeretem. Próbáltam egy kicsit másképp. Ha valakinek a párbaj stílusa más, mint az eddig megszokottak. De hát állítottuk. Hát ez az életkorból is fakad, de hát... Igen. Jól van, kimondtad, úgyhogy nem tudunk adni. De jó játék volt. Megőrizlek az emlékeimben, hogy milyen jót játszottuk. Örülök neki, én. De nem az emlékeimben, hallani szeretnének. Jó, Fox, ne aggódj, meg vagyunk. Leszünk, ne aggódj, nem lesz itt semmi baj. Na, gyerekek, hát semmi sem örültök, hogy egy ilyen nagy játékost így levertem. Hát micsoda trükköket próbáld bedobni. Nagy csűr, csavart, visszakérdezett, és nem tudod kifogni. Bali nem tudott kifogni. A paneljeidet bedobta, a remek zenéket, meg ezeket. Hát tolt egy kis műfelháborodást. Na jó. Aztán törbe csaltuk. Így akkor egy-egy rálok önmagammal. Így van, és akkor holnap is döntheted a hetet. Miért? Nincs meg, tegnap kikaptunk. Ja, tényleg. Ja, igen. Nem baj, olyan érdekesebb lesz a holnapi. Tegnap kikaptunk, igen, úgyhogy most akkor nem tudom, olyan az, hogy egy egyben írom. 50 szám pontosan, 7 óra írjatok nekünk közlekedés híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Klassz! Csak slágerek, Klassz FM, a rádió. Hitorotán vagyunk 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát nyilván ezt a számot már a huligánsz is megbánta, nem? Huligánsz is megbánta. Huligánok, de huligánok. Igen. Na, szóval visszatérve a játékra a gyerekek. Hát sajnos nem a miénk a pont. Nem a miénk a pont, hallgassátok meg. Akkor mondd el, mit csinálta hétvégén. Biztos semmit. Milyen kérdés ez? Biztos semmit nem csinálta. Ja. Igen, sajnos jogosak az észrevételek. Biztos semmit nem csináltál, ezt mondtam.
Úgyhogy... Hogy ez a hét elment. Ez a hét, ez elment. Egy taps hallgatóknak megérdemlik. Meg. Így viszont egy-egy helyet 2-0, ugyanis... Csaltak, persze, mert jelezték, hogy kimondtam, és ez nem egyetlen nem érjet jelezni, hogy kimondtam. Azt ér, ha hallgató kimondta, de azt én azt nem. Na mindegy, ha hogy beismerem, igen, nem, ezt is vettük valahogy. Na milyen szépen csendben voltunk a Janival alatta, mert szólhattunk volna, hogy hopp, hopp, ilyen, hopp. Nem, az a durva, hogy megírták, mi visszahallgattuk a zsűrrel, és így mondtuk, hogy nem mondta ki, nem mondtam ki. Hát nem mondtam ki. De ott, és 26-szor meghallgattuk, hogy ott volt a nem, tehát van, amikor olyan, mint amikor tényleg ott van a stúzkulcs az asztalon, és valami nem látod. Ugyanígy működik ez a hallásnál. Napszem meg a fejeden. Napszem meg a fejeden, igen. Vagy nézel, és azt hát, hogy az előbb még nem volt ott, aztán most meg ott van, nem érted. Jó, szóval jogosak az észrevételek, úgyhogy ezt akkor kivettük magunktól, mármint a pontot, és odaadtuk a hallgatóknak, így viszont már csak szépíteni tudunk. Elvesztettük, jó, hát az éves átlag gyerek. Jó, hát persze. Kapaszkodni. Persze. Az utolsó háromét legyen a tiéd. Na, és jó, mi van? Akkor érted. Búcsú ajándék. Mert szeretünk benneteket. Na. Igen, abszolút, persze, ez emiatt van. Ennyi az egész. Ennyi, nem ennyi. Na mindegy, jó, szóval a lényeg, hogy kikaptunk. Jó, van, meg vagyunk. Viszont visszatérve a Huygensre, mert hogy tegnap ugye feldobtunk egy nagyon helyes kis karácsonyi pulcsit a Facebook oldalunkra, Feri is, meg majd a Balázs is majd a sajátjaikra fel fognak dobni egyet-egyet. Ezeket a pulcsikat meg fogjuk fejelni még egy igaz történet CD-vel is, amit nem írtunk ki. Van, ott van az asztalon. Ilyen menő vagy, hát, hogy ilyeneket srácok, legyen intézze. Már, persze, akkor már, bizony, adjuk már meg a módját. Lehet, hogy még mellé dugunk egy klasszikus pasztartós. Na, ne arcoskodj, a vége felé, ne arcoskodj. Jó, de a CD meg a póló jó. Jó, szerintem ma küszírés fogjuk tenni a Facebook oldalunkon, hogy ki nyerte meg ezt a pulcsit, illetve az Igaz Történet című CD-t a 20 éves jubileum koncertjére készülő Hooligan zenekartól. Csak mondom, hogy a pulcsi S méretű. Ezt így előre mondom, az mert összes? Hogy ez az enyém. Nem, a tietek az a saját, ők nagyon jó fejek, mert ők azok közé, a sztárok közé tartoznak, akik, hogyha megajándékoznak minket valamivel, figyelembe veszik az adottságainkat is. Tehát, hogy tőlük általában így szoktunk kapni, hogy S, L, XL. Igen, tehát, tehát nézik, hogy, igen, hogy ki ilyet volt. Emlékeznek ránk valahonnan. Hogy ki mekkora. Igen, szokott ugye ajándék jönni, hogy minden les. Uh-huh. Igen, meg minden XL-es, az is az előfordul, és már van fürdőköpenyből nekem elég otthon. De akkor S méretű az, amit mi ki fogunk sorsolni a Facebook oldalunkon. Jó? Az Igaz Történet CD-vel együtt. Biztos tudunk majd jegyet is kérni a hallgatóknak. Persze! Hát csak, rendesen. Most szerintem most rakták be a borítékba. Jó, alszanak ilyenkor. Az ott, hogy mindenki sors egyet a saját oldalán, vagy nem ezt akartuk, hogy ez most nincsen, vagy mi van most, vagy hogy van? Na, most mit mondtál? Mert pullot. Nem értettem. Vagy a pullovert sorsoljuk ki a saját. Ja, pullovert, mert most nem arról beszélünk. Ne, pullovert, mert mondtam, hogy mind a három legyen nálunk, és akkor te mondtad erre, hogy nem, mert hogy te a saját oldaladon szeretnéd az egyiket kisorsolni. Meg akar úszni. Ez a te ötleted volt. Én egy posztot ezzel szívesen megúsznék. Sőt, kettőt, mert egyszer fölteszed, hogy erre lehet, tessék jelentkezni. Egyszer meg eldöntjük, egyszer, hogy ki nyerte. Így van. Két nappal meg vagy. Meg vagyok két nappal. Úgyis megint mínuszban vagyok. Igazából. Megint, mindig abban vagy, nem megint abban vagy. Kicsit előre mentem, de most visszadolgozom a hátrányt. Pedig rengeteg exkluzív tartalmad van most a telefonon, csak... Sok, igen. Csak emlékeztetlek rá. Tegyek még föl egy párat? Hát szerintem hát azért van ott egy-két olyan, amit értékelnének a kedves hallgatók. Igen, már 2-20-nál vagyunk azon, hogy nem akarom nagyon megszórni, mert az növekszik akkor. Tehát minden egyes poszttal ilyen 4-5 ezreket növekszik, az a baj. A és már csak 30 ezerre vagyok attól, hogy 250 legyen. Figyelj, akkor dacból fognak az emberek lájkolni. Miért? Az a baj, szorul a hurok, mert hogy így Barcelona előtt voltam 200 valamennyi, és most már 220. Tehát, hogy, és én nem értem, hogy hogy nő, mikor nem csinálok semmit. Uh-huh. Tehát konkrétan Barcelona óta nem posztoltam semmit. Néma csönd és hullaszak van az oldalon. Látod, te és akkor én 5000-et nőtt egy nap alatt megint. Nem tudom, mi történik. Hát, 2-15-ről beszéltünk tegnap. Most 2-20. Nagyok az elvárások. Mit csináljak? Azon kívül nem teszek föl semmit. Hogy tudom lassítani? Belájkoljam az Anon Fischer? Figyelj, hogyha kiírod azt. Hosszam meg az Anon Fischer. Miért is nem csináljak? Nem teszek föl semmit. Hát ki annyit, hogy nem kaptok semmit, nem érdekelnek a lájkjaitok. Hagyjatok békét. Jó, valami, menjenek innen. Nincs itt semmi látnivaló. Nem értik? Kezd el levenni a posztjaidat, kérlek. Már levettem, már egy-kettő direkt levettem, hogy ne tudják tovább osztani. A sátras nagyon pörgős videót is már levettem azért, hogy ne generáljon még további felvételt. Mert ugye azt letiltotta a Facebook, aztán mi azt visszaraktuk, de aztán én levettem egy pár nappal később, hogy ne legyen már, mert az még olyan számokat generált, hogy azt is már eltüntettem, már nincs olyan az oldalon. Megsemmisítettem. De nem tudom megállítani a növekedést, ez nem jó. Valami ármánykodás zajlik itt szerintem. Ne, hogy is. Semmi valaki megint is. Megosztotta az oldalt. Vagy kérte a
az oldal lájkolóit, hogy valamit csinálják. Nem lehet, hogy 5000-eket nő csak így semmiből, hanem nő 5000-et. Miért ne nőhetne? Népszerű ember vagy, látod, még akkor se semmit nem csinálsz, akkor is. A Barca meccse volt az utolsó poszt. Ma. Az konkrétan szombat este. És most csütörtök van. 5 napja nem posztoltál. Semmit. Na elnézte, nem tartod be a játékszabályokat. Egyébként ennyi szorosan. A gyerekek. Tehát ugye azért vagyunk őszintén, de megegyeztünk mi annak idején valamiben. Jó, napi, hát azt hiszem nem veszitek észre. Hát, volt rá egy kis időnk, hogy észrevegyük. Na most én buktáltam le saját magam, hát nem is vettétek volna észre. Ha én szólok, úgy nem ér. Nem akkor a francot, az nem, ér. Nem. Én minden a felmegyek egyébként. Tehát, hogy én konkrétan figyelem. Csákolod? Persze, a Morning Show-t is figyelem, meg a te oldaladat is figyelem. És hát egyiken se történt túl sok minden. Az jó, hát nem viszük nagyon túlzásba, igen. Ha, Istenem. Na jó, akkor ma kirakok majd valamit a Barca meccsről. Meg a pulóver. Meg a pulóver. Hogy két poszt legyen. Mert megint rád szólnak otthon, hogy na-na. Na-na, elég lesz. Na-na. Elég lesz, igen. Tegnap, ha ráértek, szeretnék véleményezést kérni. Mindenre ráérünk. Tegnap boltban voltam bevásárolni. Egy kis csat. Ez így önmagában nyilván nem egy szokatlan történet. Mastercardot fizettél? Küldtél SMS-t? Jó, hagyjuk ezt. Ehhez nektek semmi közötök nincs. De, majd, ha csörög a telefonom, akkor majd erről beszélünk. És hogy jöttem ki a boltból, akkor ott a bolt előtt van egy kis padocska, ahol ült egy apuka, egy 6 meg egy 4 éves gyerekkel. Szerintem, hát itt körülbelül 6 és 4 évesek lehettek, és mind a kettő egy üveg ilyen fél literes kólát fogott a kezében. A gyerekes. Normális vagy? 4 éves gyerekkel kólát itatni? Hát biztos tele voltak ez a fatelja. De nem, mert itták, és akkor én mondtam, hogy ne haragudj, hogy tudom, hogy nem kéne. Jézus Isten, még bele is szóltál? Úristen, én nem akarom ezt megélni. Nem volt elég az Anett, mikor önkéntes rendőrködött? De megkérdeztem, hogy Jézus Isten, ez a jó döntés. Most hazamegyek. Ne menjél haza, egynél szükség van rád, hogy egy 4 éves gyereknek, ha látsz valami hát ilyet, mi az Isten között van hozzá? Azt, tönkre teszi a gyereket, hát az az ő gyereke, az ő családja. De oda mentél önkéntes rendőrt, és azt mondod, elnézést, uram, ne haragudjon, tudja, mennyi cukor van ebben a kólában? Nem ezzel a hangsúlyjal. Felhívnám a figyelmét, hogy minden deci kólában 10 kocka cukor van. Nem tudom, látta-e azt a YouTube videót, amin egy tejfogat feloldott egy pohár kóla? A gyerekének milyen foga van? Tej! Kire szóltál? A gyerekre szóltál, vagy a felnőttre szóltál? Nem, hanem apával akartam beszélni erről, hogy ez normális dolog szerinted, hogy adsz 4 éves gyerekemnek kólát. De hogy hogy lecsücsentél melléjük, és kicsit mindig arrébb mentél, és majd megszólítottad, nem, vagy hirtelen oda mentél, és megszólítottad? Oda mentem, csak hogy kíváncsi vagyok, hogy mit gondol. Mit iszok, kisfiú? Nem bedek ott mi? Mi ez, kóla? Beszélek az apáddal, hol van? A bácsi mellettül. Ja, te vagy a bedekó. Mi bedekó? Mi az, amit iszol? Bedekó. Mi bedekó? Mi volt a fater reakciója? Hát azt, hogy szeretem. Na olaj óriás. Milyen gyerek kiközöd ma hozzá. Értem én, na jó. Sétálj tovább a kifőzdék. Értem, hogy nagy darab vagy, de megbírlak verni. Én meg akartam tőle tudni, hogy neki ez nem jut eszébe, hogy az nem jó egy 4 évesnek, meg egy 6 évesnek. Tehát, hogy itt tök normálisan mindenféle. Tehát a gyerek boldog, iszik kólát. A szülő boldog, mert a gyerek csöndben van. Hát mit izélsz te ott, hogy ő mit iszik? Hát nem mindegy, hogy mit iszik. Hát nem mindegy. Hát miért lenne mindegy, ha nem szólunk rá a világra, akkor nem jobbul a világ. De miért kéne rászólni? Hát nem önkéntes rendőrködésről szól ez, hát menj el, ülj be a kocsit, azt hiszik a gyerek, amit akar. Megkérdeztem, hogy miért csinálja. Te barátságos voltál. Abszolút. Nem volt semmi gond, hogy figyelj, dumáljuk már meg egy cigi mellett. Igen. Nem az volt, hogy leszorítottam a nyakát, érted, hogy akkor most már... Apát ütöm, mint a répát. Csak meg akartam kérdezni. Jó fej volt, vagy lepatintott. Nyilván erre nem nagyon tudsz jó fej lenni, mikor odalép hozzád egy idegen, még ha meg is ismert. És csak én mondtam, hogy szeretném megtudni, kíváncsi vagyok, hogy mi vezérel abban, amikor egy 4 éves gyereknek kólát adsz. Úristen, és a következő már az, hogy vitatkozol a híradóval majd. Te hangosan. Már túl vagyunk, én már nem is nézem. Hangosan vitatkozol a híradóval, hogy megint emelték a benzin árát. A szemetek. De most ez tényleg szerintetek normális dolog? De változtat valamit, most őszintén. Persze, lehet, hogy elgondolkodik. Most így, akkor ebből azt fogja gondolni, hogy a társadalomnak a megítélési szempontjából ő egy rossz apa. Nem azt fogja mondani, hogy itt van egy hülye, mi közed van hozzá. Ezt mondja. Amit akarok. Pontosan, még ez szerintem utána is egész nap ez volt benne, hogy mi az Istent akart ez a hülye. A Rákóczi miért szól ő bele, semmi köze nincs hozzá, ráadásul az is idegesítette nyilván, hogy én ezt ma reggel el fogom mesélni ezt a dolgot, de hogyha csak egy picit megfordul a fejében az, hogy nem jót cselekedett ezzel a kólás sztorival, akkor már beljebb vagyunk. Hát most szerinted a hülye az érti, hogy ő hülye? Szerintem igen.
Vagy legalább nem, mert kicsit, hülye. Ja, de kicsit lehet, hogy megfogalmazódik benne a dolog, nem? Hogy megkérdezed, hogy szerinted jó az, hogy kólát iszik a gyerek? És kinek akkor... nem áll össze a fejében? Ez tényleg csak a hülyének. Tehát, hogy koffein van benne, cukor van benne, a gyereknek meg egyik sem használ. De ja, a gyerekek, ne legyetek már ilyen paperok. Most komolyan mondom, megivott egy kólát, hát most ebben mi van? Honnan tudod, lehet, hogy cukor. De lehet, hogy életem első kóláját itta meg az a gyerek, és azt mondta, apa, ha ma elmegyek veled, ihatok kólát. És akkor, mint a, mondta apa, hogy akkor ihant kólát. Így mondta. Hát ez még nem az Armageddon, hogy megivott egy kólát a gyerek. Hát most érted? Hát most mi van? Én a büdös életben nem mennék oda önkéntesen dörködni. Mert engeded a világot rosszulni. Vastagon szarom él le, hogy ő mit iszik. Rosszulni hagyod a világot. Nem, azt gondolom, hogy minden gyerek úgy neveli, ahogy akarja, a minden szülő úgy neveli a gyerekét. Én maximum egy ilyen sajnáló pillantást vetek a gyerekre, mikor így látom, mit tudom én, hogy nagyban megyek valahol vásárolni, és akkor eszi a csokit, meg nem tudom, én látom, hogy egy két foka lyukas, de nem megyek oda az anyukához, hogy kedves anyuka, vigy el fogorvoshoz a gyerekét, vagy vegye ki a csokit. Igen. A kezéből. Tehát az ő gyereke. Kevesebb édességet. Ha ordibálnak vele, sajnálom, ha lögdösik, sajnálom, ha csúnyán beszélnek bele egy vásárlókhoz, sajnálom. Az, aki elmegy a gyereket verő anya mellett, vagy apa mellett. Na most picit messzire jutottunk. Aha. Azért most sajnos, hogy átkerek picit állomásokon, ez egy ölesugrás volt. Azért nagyot ugrottunk a békésen kólátívó gyermekről, a gyermekét az Interspárba húsos pult előtt megnyugdosó anyuka mellett elmenő Balázsik. Te vagy, aki passzívan tűröd a családon belül erőszakot, sőt, egy picit szurkolsz is. Látod, nem, most mondtam, hogy nem. Sajnálom a gyereket, hogyha kiabálnak vele. A következő mondata ez lett van. Sajnálom, hogy lekevernek neki egy pofon. Na, ott se avatkozol be? De miért most látsz valakit, mondjuk 8 évesen, mit tudom én, ott van Pistike, egy redúlal a kezébe. Úgy érted, ugye? Azért ez a hasonlat. Ja, ha igen, a kólésát, meg a pofon is. Mit tudom én, megkapja ász a sorba, és ott vannak ezek az energiaitalok. Megkapja most. Oda mész szólni, hogy kedves anyuka, ne adjon energiaitalt a gyerekének? Hát persze. Nem. Öregszel. Ez az öregedés jele, amikor az ember elkezdte valójában önkéntesen dörködni. Ez egy hormonális változás, hogy a gólyák szeptemberben elindulnak Afrikába, az emberek elkezdenek 50 évesen önkéntesen dörködni. Ez hormon, ez hormonális változás. Te már csak egy ugrásra vagy innen. Én? Igen, ez a véna benned is menne. De én akkor fogom megölni magam, amikor először oda megyek valaki az önkéntesen dörködni. Tudom, nem akarok tovább élni. Jobbítod. Ez a Balázs már nem tetszik nekem. Dehogy nem, hát pont, hogy jobbítod a világot. Jobb, de hát ha tényleg az a helyzet, amit Balázs felvázolt az előbb, hogy tényleg valamiért kapták azok a gyerek. Ez első kóla. Volt. Érted? Apa, és hogyha megihatom az első kólámat, akkor majd mesélsz arra, amikor leestél részegen az állványod, és ilyen lett a hangod. Milyen? Ilyen? Köszönöm, hogy mesélek nektek. Fogyasszátok el nyugodtan egészséggel az első kólátokat, de egyben ez az utolsó is, higgyétek el. Mit akar ez a nagy darab bácsi? Miért adsz kólát a gyereknek, bat? Szóval nem tudom, nem, szerintem nem kell oda menni. Nem kell oda menni, hagyd a fenébe. Hát nem, én csak így érdeklődtem. Nem érti. Nem úgy mentem oda, hogy na már, mit csinál apuka, vegyél a kólát. Nem érti, tényleg. Értem, tehát hogy ez nem volt meg benne, egyszerűen csak tudni akartam, hogy mi vezényli, és azt mondta, hogy szereti, tehát valószínűleg nem az első kólája volt. Semmi természetes nincsen benne, tele van cukorral az egész, koffeinnel, vagy idegesítőszerrel, most egyikkel sem jár jól egy fejlődő szervezet. Na, és akkor én vagyok a hülye, hogy próbáltam felhívni a figyelmet? Igen, én vagyok. Evidenciákra. Amit egyébként tudni illene. De most miért nem mehetnél oda? Miért nem mehetnél oda a szemetet? Hát mert saját kárán tanul. Ne tessék átmenni a piro... Szóltam. Hát ez kb. Ilyen. De most akkor se szólsz, ha valaki ki önti a csikkelteli hamutálat a kocsiból, így kiszórja. Nem, hát mit szállják ki a kocsiból, rohadjak oda, kopogjak be, és szedesem össze vele. Hát nekem ez valahogy nem haladja meg az inger. Hát ez rossz lesz a világ. Hát de miért lesz? Nem szólunk neki. Az előttem lévő kocsiból valaki kiönti a hamutálat. Hát maximum integetek neki, egy deparaszt vagy, vagy miért csinálod, vagy szigorúan átnézek. És már húzod is fel az ablakot. Én zárom be magam, tük, nyomom, nem fogja betörni. Ha X6-ból önti ki, akkor nem szólok, ha a Renault Megából, akkor oda megyek, és nagyon hangosan ordibálok. Csak óvatosan, már látszat néha csal. Renault Megából is szállnak ki megderő emberek. Vannak két méteres kalapos emberek is. Szóval nem tudom, nem, ez valahogy nem haladja meg az inger küszöböt. Ha nőt bántanak, vagy nővel ordibálnak, vagy verekednek egy megállóban, és ott abban nő van, akkor igen. De hogy most valaki hogy bánik az ő gyerekével, maximum tényleg csak sajnálni tudom a gyereket, de nem érdekel. Illetve pontosan nem az, hogy nem érdekel, nem megyek oda. De
nem szólok. Mikor mutatok, valaki verte a játszótéren a gyerekét egy ilyen bottal, letörte az ágat a fáról, és elkezdte ütni, mert a gyerek nem akart lejönni a csúszdáról, és egy ilyen vesszővel ütötte a lábát. Akkor szólt, hogy ne törje már azt az ágat arról a fáról. Uram, hát mit csinál azzal a fával? Hát itt van az a seprűnyél, használja az. Szóval, hogy ez nem tudom. Én nem értem, nálad van ilyen? Vagy érzed ezt már, hogy így néha szólnod kéne? Van, ilyen van. Hát az energiaitalnál szerintem azért nem mennék el szólni. Na most a kóla csinálat. Nem, de az energiaital igen, akkor ugyanúgy beleszólsz. Hát most vagy nem szól bele az ember, vagy nem. Ugyanaz. Miért? Mert hogy... Koffeincukor. Hát több. Na jó, de az energiaitalban aztán meg végképp nincs semmi természetes. Aha, tehát először azt gondolod, úgy nézed meg, hogy megnézed, hogy kóla nem szólok. Ez egy Red Bull. Na most odalépek. Ez egy bomba energia. Ezt már viszont nem hagyhatom szó nélkül. Nem, bocs, kisfiú. VBK. Hogy le? Tehát, hogy kb. Így megy. Nem, figyelj, tehát, hogy azért van egy szint, amikor már úgy nem hagyod megjegyzés nélkül, de nem, Ferinek más kellett volna csinálni. Oda kellett volna mennie, két doboz 100%-os gyümölcslével, kivenni a kezükből a kóla, és odaadni. És akkor a kisfiú azt mondta volna a 7 éves, hogy mit csinálsz, gyökér a kóla? Hol visszakorak? Nincs kérdésem. De most belőlem hiányzik a felelősség teljes magatartás, igen. Hogy én nem szólok? Hát tulajdonképpen igen. Abszolút, én ezt érzem. Bennem nincs meg ez a népnevelési szándék valahogy. Én azt hiszem, hogy ez valójában a szülő döntése kell, hogy legyen. Én nem hiszem azt, hogy ettől jobb lenne. Bármi. Anyukám hív. Igen, hogy? Haló? Halló, szia, cicám! Na? Képzeld, itt ülünk még ott a Ferihegyen, és szerelik a gépet. Szerelik a gépet, jó. Szókolom! Várj, adásba vagy, ne mondjál csúnyát. Aha. Jézusom, miért betettél? Betettél, felvettelek, mert láttam, hogy hívsz, és azt hittem, hogy lezuhantatok. Ivott gyerekkorában kólát! Ittam gyerekkoromban kólát? Nem. Nem engedted? Hát nem nagyon. Na jól van. Jól van. Gondos anya voltam. Igen, az mégis mi lett a gyerekből? Csak kávét, meg rövidet. Ez a Jani? Na figyeljetek, képzeljétek, szerelik a gépet, én pont kilátok itt a szárnyalat. De ez még Ferihegy, vagy most hol? Persze, itt állunk Ferihegyen. Fönnülsz a gépen? Fatszerelik? Az egész gép tele van. És apu lemászott megszerelni a gépet, vagy mi történt? Nem, az a baj, igen, már felajánlottuk, hogy tudik, adogatják egymásnak a szerszámokat. Egy piros szerszámos dobozt látok, amit hol arrébb raknak, hol körüljárják, nagyon tanácstalanok. Ez nem túl biztató jel. De le fogjátok késni a csatlakozást? Hát ez az, igen, nem tudjuk, hogy mi lesz, és ugye a dögol azért nem olyan picike. De gól? Igen, szép magas ember volt. Már nem vagyok élőben, ugye? De élőben vagy, úgyhogy nem mondjál csúnyát. Meg nem? Nem mondok. Nem, mert fölvettelek, mert nem tudtam, hogy mi van, és ilyenkor fölvettelek. Izgul a gyerek. Izgultam. Na jól van. De édes, csak izgul is. Na jól van, akkor szervusztok. Kopogjál az üvegen nekik, hogy siessenek, mert lekésítek a csatlakozást. Jó, már mutattam nekik, hogy megtoljuk. Mióta álltok a kifutón? Hát egy órája, 25-kor el kellett volna mennie. És most több mint egy órája. Hogy a 6 óra. Aha. Igen, és meg kellett volna mennie, és még mindig itt állunk, úgyhogy... Na mindjárt följük a Ferihegyet, megkérdezzük. Na jó, van, szóval figyelj, nem tudjuk milyen biztosításunk van, de hát reméljük a legjobbakat. Én remélem jó drága, ha lezuhantok, akkor azért kapok egy kis pénzt. A kecót is eladok. Na jó, megyek, mindjárt visszahívlak hírek alatt, jó? Kecót adjátok el. Jó, puszi. Csokolom. Na, jó van, jelenetek egy család életéből. Gyerekek, egy kis közjáték, anyám még nem tudnak felszállni. Hát föl kell venni. Na, ebből is látszik, hogy neked a család az első. Látod, hogy felelősség teljeséget lesz. Leszarom, hogy a másik gyerek kólát iszik, de ha anyám hív, azt felveszem. Na, hát ennyi. Hol érdekel engem, hogy kólát iszik? Így jó kólát, rohadjon ki a foga, ha viszont anyám hív, azt föl kell venni. Azért, mert nem adott anyád kólát. Ez is igaz. És rendes gyerek lett belőle. Látod? Na, drága hallgatók, írjátok meg, amikor önkéntes rendőrködtetek. Kihez mentetek oda, mit csináltatok, és mi volt a reakció? Játszótéren, boltban, valami irritált benneteket. És úgy éreztétek, hogy na most jött el a ti pillanatotok, ezt nem szabad szó nélkül hagyni. Valaki rokkant helyre parkolt, vagy Donald Rágot vett a gyerekének, vagy bombát itatott vele, vagy Red Bullt. Kivettétek a kezéből, odaléptetek a szülőhöz, és mit mondtatok? És aztán mi volt a fogadtatás? Bunyó, verekedés, verbális harc, beismerés, köszönöm, hogy szólt valóban, és elgondolkozott rajta a csúnya szülő, hogy nem ad több kólát a gyereknek. Kíváncsiak vagyunk, hogy milyenek hallgatóink, milyenek vagytok, amikor önkéntes rendőrködtök. Jó? Jó. És Hardi Mihály is telefonálja, hogy mégis hogy képzelik ezt? Igen, mi a hírek alatt hívjuk Hardi Mihályt. 7:30.
Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Pánik a diszkóban, gyerekek. Pánik a diszkóban. Ez volt a dal. Jobb, mint az előadó. Nem is volt rossz. Na most akkor ki? Szerintem az előadó. Pánik a diszkóban. Igen. Így hívják az zenekart. Pánik a diszkóban. Pánik at the diszkotik. Igen. De tényleg ez az előadó. Ismered? Aha. Tényleg? Hallgatja is. Nem is rossz banda. Nem, egyébként tényleg nem, abszolút nem rosszak. Na, azt mondja, hogy önkéntes rendőrködésről beszélgettünk, ugye a hírek előtt Feri elmesélte, hogy rászólt egy, illetve pontosabban nem rászólt, csak hát nevelő célzattal odalépett egy szülőhöz, aki a 4 éves gyerekével kólát itatott. Aztán mégis nem tudjuk, hogy a szülőben ez hogy csengett le. Persze. Hát a utóéletét nem tudom. Nem tudjuk. De hát minden esetre Feri úgy érezte, hogy lépni kell. Ha megkérdeztem, hogy miért? Hát ez jó lenne hallgatni, hogy mit mond a másik erről az egész szituációra. Mert Feri nagyon kulturált alatt elő, hogy odalépett persze udvariasan. Miért? Te mit gondolsz rólam, hogy oda és elkezdtem ütni a csávot? Mi van? Ez vagyok én. Gyerekek meg így kóláskodtak is inni. Ki ez a hülye? Apa, ki ez a hülye? Hát nem tudjuk, hogy mi lett az eredménye. Minden esetre arról beszélgetünk, hogy ki az, aki odalépne, ki az, aki nem. Én azon a véleményem, hogy nem lépnék oda. Sajnálom a gyereket, de nem érezném azt, hogy meg kéne nevelnem a szülőt. És Feri mondta. Jani pedig a kettő között van. Jani egyelőre megnézi magát a terméket. Ha a kóla engedi, ha energiaital odalép. Tehát János termékfüggő, attól függ, hogy megnézi a taurin tartalmat, a koffein tartalmat, és ha tényleg nagyon szélsőséges, akkor odalép. Ha csak fantázik, kólázik, akkor nem lép oda. Én inkább valamilyen megjegyzés fűzök hozzá, és tovább sétáló kategória vagyok. Tehát én nem fogok megállni csípröttet kézzel, hogy Feri csinálta, aztán kirúgta a bácsinak a botját, és ellökte. Hogy... mert a nagyapjuk volt, és már úgyse tudott szaladni. Megjegyzést azért teszek. Tehát, hogy, de nem fogok ott játszani a vizét az önkéntes rendőrt, mert tényleg, én azt gondolom, hogy tényleg a hülye nem tudja felfogni, hogy miért is hülye, mert hülye. Igen, itt vagyunk István. Hello István, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok, jó reggel. Önkéntes rendőr kötéte is? Igen, persze. Igen, persze. Igen, persze. Hát, micsoda, borzongásra tudod ezt mondani, mit csináltál? Hát utcán sétáltatta egy nő a kiskutyáját, és hát ugye a kutya ott hagyta a maga után a kis csomagját. Én szóltam a nőnek, hogy hát ugye ezt fel kellene szedni, mert hát mégse hagyjuk az utcán. És erre a nő az beszólt nekem valamit, pontosan, hogy mit már nem tudom. Én fogtam neki a kutyáját, a 4 lábánál összekulcsoltam, a hátára fektettem, és az ott hagyott csomagba a kis kutyáját szépen belehentettem. Nekem ez tetszik. Nekem nem. Tudom, de megmondom, miért nem tetszik. Tehát, hogy nem a kiskutya hibás, hanem a gazda. Hanem a gazdi, aki nem fogja föl, hogy mivel jár egyébként a kutyatartás. Tehát, hogy itt akit bele kellett volna hempergetni a szarba, az nem a kiskutya volt. Én azt gondolom, össze kellett volna fognod a néninek a két lábát, a két kezét, és szépen hátra fektetni, és belehempergetni. És kutya, hát ő nem tett semmire. Mit szólt a mama? Hát a mama azt csak óbégatott, és ugye a kutyának a nevét emlegette, hogy úristen, most hogy nézel ki. De és akkor megtanulta valószínű? Szerintem igen. Megtanulta, mi? Te egény kutya? Igen, sajnálom. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello, ciao, ciao. Gurulós bőröndöt húztam az aluljáróban, amikor egy néni odajött, hogy nem lehetne inkább kézben vinni, mert olyan hangos. Mondtam, hogy emelje csak meg, és belátta, hogy tényleg nehéz, éppen súlyzókat vittem. Szép reggelt. Na látod, ilyen leszel te, hogy mész majd az aluljáróba, és a gurulós bőröndök után rohansz, hogy ne gurulj csak itt a bőrönd. Ne gurulj csak itt a bőröndjét, ha emelje föl. Mit képzel maga, huligán? Igen. Egyszer rászóltam egy autósra, mert index nélkül kanyarodott, megkergetett, és úgy megvert, mint egy lovat, azóta felőle mindenki azt csinál, amit akar. Jó, mondjuk ezt adom, igen. Egy vékony 15 év körüli gyerek cigarettázott, oda mentem, és megkérdeztem, miért. Egy szót sem szólt, azt a két fogamat meg úgy, hogy... Micsoda? Azt a két fogamat meg úgy is ki akartam. Azt a két fogamat meg úgy is ki akartam húzatni, úgy fecó. 60-as bácsi reggel a gödöllői vonaton dobozos sört iszik, majd nemes egyszerűséggel kihajítja az ablakon az üres dobozt. Mielőtt leszálltam, kedvesen odaléptem hozzá, és megkértem, hogy legközelebb legyen szíves a kukát használni erre a célra, ami mellett egyébként éppen ül.
Csak nézett és köpni nyelni nem tudott, írja. Na, látod? És akkor legközelebb már nem dobja ki. És tudod mi a baj, hogy neki ez volt a természetes? Tehát, hogy azért nem tudott köpni nyelni, meg azért nem tudott semmit ráválaszolni, mert számára ez egy teljesen természetes dolog volt. Na, ez a nagyon szomorú. Helyi járat állt üresen a pályaudvaron, egyszer csak kidobott az ablakon a sofőr egy nylon zacskót, felvettem, majd visszaadtam neki azzal a mondattal, hogy kiesett, nem tudom, szükség van-e még rá. Nézett rá, hogy mi bajom, majd megköszönt és elrakta. Az aranyoskodás az jó. Tehát, amikor teszel bele valami csavart, hogy jaj, véletlenül kiesett, pedig hát nyilván láttad, hogy ki akart dobni. Kiesett valami a kiskutyából. Tegyük vissza. Én a kórházban mellettem fekvő néni hozzátartozóit osztottam ki, mert káposztával etették, amit a néni le se tudott nyelni. A férjem annyira szorította már a karom, hogy hallgassak, hogy megkékült. Igaz, nem gyerek, de nálam az időseknél működik az, ami Feriéknél a gyereknél, írja erre. Szegény gyomorműtét után, hogy valami tudod, anyuka, a jó kis toros káposztát hozz. Egyet csak, mama, ebben van a vitamin. Nem érti, hogy még nem tudom kanálat rágni. Boráros tér anyuka gyerekével kifordult a Mekiből, és mint a világ legtermészetesebb dolga lenne, elhajítja a papírtáskát a parkban, tőle 7 méterre pedig ott a kuka. Kérdőre vontam, hogy ezt tanítja a gyereknek, kinevetett és faképnél hagyott. Hát ez nem ért célba. Nem. Autópályán 3 nagy darab bolgárral szemetet szedettem. 50 kilós nő vagyok. Hívjuk, na, hívjuk fel. Na, az ilyen embereket vágják előbb-utóbb arcon. De tehát látod, nem, annyira meglepő, hogy egy 50 kilós nő oda megy 3 darab 120 kilós pacákhoz, és elkezd velük üvöltözni, hogy szerintem pont eléri a célját. Mert nyilván nem bántott, hát most egy csaj. Magyarul, miközben ők bolgárok is nem beszélik a nyelvet. Szóval se érted belőle. Nap láttam egy autóban felhúzott ablaknál, dohányzik egy apuka, két gyerek ül hátul. Felhúzott ablak. Egyszerűen képtelen voltam szó nélkül hagyni, majdnem verekedés lett belőle. Csokkolok benneteket, írja Laca. Na, az kemény. Azt hozzá, hogy lehet, hogy én sajnálom szó nélkül, hogy bent ül a két gyerek, nem is szabad, apuka meg dohányzik. Azt ugye Vujc Rutko azt hiszem elintézte, vagy a kárász valaki, valamelyik ők csinálta ezt, hogy ez büntetendő. Tehát ha a gyerek ül az autóba hátul, akkor nem szabad, tehát tilos benne dohányozni. Ilyen veszélyeztetésnek számít? Igen, börtönbüntetés jár érte. Élelmiszerboltban dolgozom. Nálunk volt olyan, hogy a babakocsiba ülő bébinek a cumis üvegébe töltötte be anyuka a kólát. Na ott mit csinálnál? Felakasztanád az út szélén? Statáliummal? A rögtönítélő bíróságként? Igen, gondatlanság. Még gyerekek a cumis üvegbe kólát tölteni, azért az nem nagyon mondod, kemény. Hogy az. Igen. Nem. Ferivel vagyok, lehet, hogy elgondolkozik rajta, nem biztos, de lehet, különben meg magával tesz rosszat. Különben nem is magával tesz rosszat, hanem a gyerekével. Bali, hagyjátok rá Ferire, ti mondtátok az előbb, hogy a hülye nem érti, hogy hülye. Na, egy cigis ne kampányoljon már a kóla ellen, please, írja valaki. Akkor na jó, de Feri felnőtt, tehát ő eldöntheti. Igen, igen. Hogy kinek az arcába fújja a füstöt. Nem, én nem szoktam az arcatokba fújni a füstöt. Egyrészt én például kifejezetten vigyázok arra, hogy ne gyújtsak rá olyanok mellett, én akkor arrébb állok, de hogy az a saját egészséget, tudod, itt meg egy gyerek egészségének a veszélyeztetése. Nem szabad párhuzamot vonni, nem fogjátok el, én de Feri minden reggel megnézi a légszennyezettségi adatokat, és abba az irányba fújja a füstét, ahol nincs gond. Kevesebb. Igen, úgy állok. Fétek, velem egyébként ez már például többször előfordult, hogy kivették a kólás üveget a kezedbe, és azt mondják, hogy kisfiú, nem ijadsz kólát. Igazi szemét vagy. Kisfiú, megmondta neked, hogy nem ijadsz kólát. Egyébként szólj a szüleidnek, elkavarodtál. Itt van inkább egy nyalóka. Itt van egy kakasos nyalóka egyébként is. Hol vannak a szüleid? Ne sírjál, mert már vasszatos az arcod, gyere, menjünk angol beszélni. Addig ezt meg ezt a téli fagyit. Megkérdezem, hogy hol vannak a szüleid. Nem tudok itt maradni veled végig, de addig is itt van. Nézd meg, tuti. Na, mi volt, hogy? Az, hogy volt olyan, hogy valaki eldobott szemetet, és akkor azt mondta, és ültek, csevegtek, beszélgettek tovább, és akkor fogja és ledobja a csíket. És volt ilyen, undorító egyébként például, persze megfogni más után a csíket, de volt olyan, hogy hagyjátok, majd én kidobom. És így néznek, tudod, hogy nem most érti. Akkor mi történt itt velünk. És ugyanem, ebbe is benne van a népnevelés szerintem, de mégsem ez az, hogy oda ők is csipületet közölt azt, és azért pofán nem vágnak. Hát azért, ha van benne valami kis értelem, ott csillog benne valahol, akkor felfogja az egésznek a lényegét. Jó, de te is úgy népnevelsz, hogy azért átnéz előtte a kocsiban, mert megnézed, hogy mekkora az apuka, nem? És akkor, ha nézzél, kopasz nagy darab, akkor arrébb mész, ha nem, akkor megnevelsz, nem? Hát persze, hát értem. Hát ki akarja megveretni magát? Na, játsszunk egyet, már is itt van a hallgatók, a kérdés mit mond óram? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben, nem? Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé.
Was ist lange? Aki válaszol. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Tudod, halk vagy te. Jó, és te miért vagy a halk? Halk vagyok. Nagyon. Kihangosító vagyunk, Dóra? Nem. Hú. Halló. Nem tudom, mi a gond. Beszélj picit hangosabban, üvölcs, kiabálj, sikít. Oké. Okay. Na, most egy kicsit eljön. Jó? Aha. Igen. Jó. Visszahozunk. Jól van, honnan hívtál minket? Gyoma Endrődről. Úristen, meg mi a... Vagy... Gyoma Endrőd, jól van. Figyelj, mondom, hogy mink van. Van állatunk, országunk, szólásmódásunk és tárgyunk. Ország. Jó. Kegés, ríme, bara, tlüsegye. Hogy? Mm-hmm. Kegés, ríme, bara, tlüsegye. Ó, jó. Ha az egyik megvan, már megvagy. Na, mi lehet ez? Nem hallottam a végét. Sem. Kegés, ríme, bara, tlüsegye. Kezdtem magam megölni. Segíteni akartunk, csak nem tudtunk. Így van. Nagyon jó, oké, ügyes vagy, Dóra. Örülök. Ezt összehoztad. Igen. Hosszú volt. Hosszú. Nem, hosszú nem volt könnyű. Ezt. Nyilván Zimány Lindának séróból ment volna, de neked nem biztos. Én a könnyű. Puszilum! Szia! Hello, szia! Ciao, jót beszélgettünk. Szegény, hát nem volt jó vonal, nem tudtunk vele sokat beszélni, nem ő tett róla, de egész egyszerűen nem, annyira halk volt, hogy kár lett volna hosszabb beszélgetésbe vele belemenni. Na gyerekek, Bio Gabi jön el hozzánk utoljára. Megsiratjuk. Fekete csütörtök. Hogy jön, amiatt vagy? Szegény utoljára lezárja. Idézzük fel a legszebb pillanatokat. Voltak olyanok? Hát most nem volt, pár hétig. Hát, te toltad ezt az egészet. Nem én akartam. Ne, szeretjük, imádjuk Gabi. Jöjjön hozzánk Gabi. Jön, akkor best of-ot adunk? Vagy lehet kérdezni tőle, hogy mi lesz? Egy ilyen interaktív 20 percre gondoltunk, igen. Mi kimegyünk, Gabi meg válaszol a kérdésekre. Nem? Így van. Mikor ettél utoljára hurkát? A maga csélcsap indulatos módján. Na, úgyhogy... Úgyhogy így van, ez az utolsó elmentésre vezetünk ebben a formában legalábbis egészen biztos. Úgyhogy... Mit akar a Gabi? Semmi, egy kis promóciós. De nem, tehát szerintem ilyen interaktív 20 percben maradtunk vele tegnap. Lackó mackó, buckó mackó. Kajla mackó. Kajla mackó, így van? Így van? Gabi, már itt is van. Búcsú ajándék. Mit hoztál nekünk? Na, te itt nagy buli lesz. Mit hozott? Kell valami fel. A céklalét nyúltam, azt én fogyasztom, gyereket. Vegetáriánus csemege uborkás szendvics fertét. Nem, azt a minőségét az egyébként. Azt a minőségét neki. Nem, mondj fel. Hú, gyerekek, orgia lesz. Az, azt a mindenit, ezt én viszont mulatunk. Azt én ezt én tolom, na, tolom a céklalét. Isten, itt fogunk heverni majd céklalé mámorban fetrengbe. Na jól van, akkor 4 perc van, pontosan 8 óra. Komolyan mondtuk azt, hogy Gabitól most tényleg lehet kérdezni, jó? Nem készülünk olyan konkrét témával, hogy most még akkor így nagyban előadjunk valamit. Ha bármi olyan kérdésetek van, amire az elmúlt 2-3 évben nem volt szó, nem tudtuk megkérdezni, nem kaptatok rá választ, vagy csak egész egyszerűen elküldtétek Gabinak, de Gabi bármi leterheltsége miatt nem tudott rá válaszolni, akkor küldjetek el nekünk. Röviden, tömören, egy mondatban, lehetőleg maximum 2 mondatban, ne írjatok, nem tudom, miket. Litániát, így van. Mi öregek így mondjuk. Tessék? Mi öregek így mondjuk. Öreg önkéntes rendőrök így mondják. Bármit kérdezhetek tőle, ez a csütörtöki alkalom, most a Gabinak a kérdez felelek rovata. Így van. Először is utoljára, tényleg bármit kérdezhetek tőle, őszintén válaszolni. Igen, nem kell akármit. Nagyon betegséggel vagy kajával, tehát ami érdekel. Van rendszeres székletet, Gabi. És ő válaszolni fog. Hogy röhög. Na jó, elmegyünk egy picit érezni, aztán jövünk vissza már is. Juli, anyámról van valami hír? Hívtad a Hardit? Gyere már be egy picit, felszálltak? Megszerelték azt a gépet? És hálós krumpli! Mennyi most? Föl tudtad hívni a Hardit, hogy mi van ezzel a géppel?
Mihály útban van még odafele. Hát és nincs telefonja. Mihály akkor nem kap infót, hogy a Párizsba tartógép nem szállt fel? Hát bár már tudja, hogy az édesanyád rajta utazik. Már megtudta, de azt mondta, hogy nyilvánvaló addig, ameddig nincsen minden rendben, addig nem száll föl a gép. Uh-huh. Előfordul ez az ilyesmi. Ez kedves. Azok idején, akkor mi van? Tehát, hogy semmi, hát már egy kicsit a gép a kifutón. Te durva. És a Uncsitosának lesz idén valami jó fénye? Tom Hardynak? Felhívjuk telefonon most? Nem, csak tudjuk már meg, hogy mi a baj a géppel, mert akkor meg tudom üzenni és anyámnak, mire? Hogy elúszott el a csatlakozás, hogy van-e esélye még elkapni. Azt fogja erre mondani, hogy szerelik, de megkérdezem tőle. Mert hogy akkor elmennének Bécsig a Wiener Walzerre. Csak szerelik, érted, most egy új hajtóművet kap a gép, vagy csak le kell kapani a kuplungpedezt. Megy csak lassabban, és picit megdőlve. Igen, tehát érted, a szerelés sem mindegy. Megkérdezem mindegy. És sirály rajjal ütközött még tegnap a gép, vagy csak simán valami kis egyszerű, nem tudom, elfogyott, csak is croissant és föl kell tölteni. Jó, köszi, Juli. 3 perc, pontosan 8 óra jövünk a hírek után. Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, 12 perccel szép reggelt kívánom mindenkinek. Itt vagyunk. Jó reggelt. Picit ma úgy el vagyok varázsolva. Így lebegsz az éterben. Lebegek egy kicsit, igen. Csak úgy lebegek. Nem szokott nektek ilyen mi nap lenni? Mi történt tegnap? Nem tudom. Vagy ma reggel. Nem nagyon történt igazából semmi. Szex után szokott ilyen lenni. A csajokon én mindig kiszúrom a szexet. Szex után van egyébként 3-4 hónapon. Igen, abszolút. Azért ilyen. Igen. Tavaly volt egy, azt ugye? Hiszem. Én a csajokon mindig kiszúrom. Ugye más. Ha egy lány bejön a munkahelyedre reggel, és ránézel, látod, hogy volt-e szex, vagy nem. Uh-huh. Mások a csajok reggel. Tényleg. És akkor te? Juli kérdezi, volt szex? Gyere be, Juli. Megmondom, hogy volt-e. Észrevettétek, hogy tényleg a csajok mások egy picit. Hát persze, állókod az ernyed, bimbo. Nézd rám. Juli? Ne a fenekedet mutat. Nem szexeltél tegnap. Volt? Jaj, volt. Nem tudjuk most megkamuzzi adás miatt. Hát akkor nem lehetett nagy műsor. Azt mondja, jó volt, jó. Csak kipipáltam. Volt, de egyedül. Akkor ezt most nem vettem észre. Na mindegy, hát ennyit a kísérletről. Azt mondja, hogy miért van ennyire kevés közlekedési hírünk? Ja tudom, megfejtettem ezt is. Ezt is. Na, ezt is. Hát most, de most érted, tényleg. Anyamikat leszállították na, a gépről. Na, ez. Beszéljünk most már igazán fontos dolgokról. Ilyenkor mi van a legkésőbb a csatlakozást? Tehát egy tengeren túli járat, amit lekéssel. Ahogy leszállsz a repcsiről, mert ugye előbb-utóbb elvisznek, küldenek egy másik gépet, akkor jelezni kell a légitársaságnál, aki késett, és ők neki kötelező adni szállást ma estére is kaját. Na, de hogy férsz föl a holnapira, ha minden tengeren túli járat minden nap tele van? Figyelj. Akkor soha nem utazol el. Ott fogsz ülni Párizsban. Ott maradt, mint Neo a Matrixban a metróállomáson, ott maradnak Párizsban, úgyhogy vissza se hozzák őket, mert minden gép tele van, de kifele se viszik őket tengeren túlra, mert ott is minden tele van. Több idejük marad Notre Dame-ra. Nem, egy váróban lesznek 2 hét. Ja, mint Tom Hanks. Vannak nagyon szép, szintes képes lapok. Szóval sose értem, hogy ezt hogy oldják meg a légitársaság, mert akkor nyilván küldenek egy másik gépet, azzal kiviszik őket, oké. Okay. De a csatlakozásra hogy teszik föl őket másnap, ha az mondjuk fully book és tele van, és tehát oda, hogy miért? Jó, de most már figyelj, miért mit várnak tőled ennyi év után? Most már ereszdelték tényleg végre a kezüket. Ők is megérthetnék végre, hogy nem segíthetsz mindenben. Most már ezt oldják meg ők. Kész, passz. Én ezt szeretem menet. Hogy ilyen empatikus van, ugye? Jó, hát persze. Nem, idegenvezetővel mennek, tehát nincs baj igazából. Tehát ilyen szervezett út. Tehát nem, nincs az, hogy most ők ott tényleg ott kovájulnak. Igen, valahol. Csak az idegenvezető Mexikóvárosban már. Így van. A kis Manuel. A Manuel már nagyon várja őket már ma éjszaka. Na, azt mondja, hogy... De szerencsére csak spanyolul beszél. Igen. Nézzünk gyorsan egy-két közlekedését. Budai alsó rakparton baleset Szabadsághíd alatt alakul a dugó. Melcsi, köszi, hogy elküldted. A Szoboszlói úton Debrecenben a városból kifelé menőket piros Fordból mérik. Csigu üzeni ezt nekünk, és azt nézem, hogy van-e még valami. Nincs, most jelen pillanatban ennyi. Köszönjük szépen. Na, megjött hozzánk Gábor, és úgy néz ki, hogy hát ebben a formában legalábbis utoljára. Gábor, hello! Szia! Jó reggelt! Mária, beadunk. Itt vagyunk. Hello, Gabci! Sziasztok! Úgy látom, a céklalé felé már el is fogyott. Azt hagyjam. Arra lecsapott. Egy szeletet adjál már abból a műparizerből.
igyekeztem mindenkinek stílusszerű ajándékot venni az utolsó alkalommal, egy ilyen búcsú ajándékot. Na, miket hoztál? Nem? Vezest fel akkor. És megfogja kézzel. Ferinek egy vegetáriánus, hát egy ilyen húspótlót, ami lehet, hogy kiakasztja. Hát nem lesz hús íze, de hasonló. Majd erről akarok kérdezni valamit. A szendvics feltétnek jó volt. Szendvics feltét. Ez azt hiszem nem szója, hanem tojás alapú. Ugye kétféle növényi felvágott van. Az egyik a szója alapú, sokan nem kultiválják, és van a tojás fehérje alapú. Most ez terjed. Egy picit fűrészporosabb íze van. Nem rossz egyébként a széneket, hogy fűrészporos íze van. Már te is egyébként így, úgy érzem, hogy a Feri kezd bedarálni. Nem, bedarálni. Fűrészporos van. Dicsért. És mindenkinek hoztál ajcsit, mert hogy az utolsó adás. Egy kis májkrémet, vagy a májkrémet hoztam még Ferinek. Erre tudod, mit mondod, hogy Jani, kire bonsd, elviszem? Na! Jani azt hozta, mivel van egy olyan mondás, hogy a természetben nincsenek cukrászdák, ezért hoztam természetes édesítő anyagot a de, de sokat mondta ezt édesanyám gyerekkoromban. Természetben nincsenek cukrászdák. Van egy ilyen mondás. Ez zacskó stíviát. Nekem és apám mindig mondta, így nyomorra ne így meg ilyeneket, és az meg is jegyezte. És Szibériából kaptam virágport. De mi, azt honnan tudod, hogy Szibériából? Ezt onnan hoztam. Mert látja, hogy szibériai méhek hordták vissza. Ja, igen. Ez a virágport, ez hogy kellene egy kanállal, csak úgy minden nap? Így van, ez beoldódik a szájban, illetve hát ételekbe is, csak ne főzzük, ne süssük. Karotinban gazdag, vitaminban gazdag reggelente. Hát ilyenkor már elkezdjük, tehát egészen novembertől februárig virágporokat szoktunk enni. Nagyon jó immunerősítő, ugye? Immunerősítő, és hát aki pollenérzéket vigyázni kell, bár egyes szakirodalmak szerint pontosan segíti. Most miért mondtam? Pont az segíti, hogy esetleg a jövő nyárra egy picit a szervezet immunizálódik. Balázsnak pedig hoztam ilyen mindenmentes... Balázsnak pedig hoztam egy kiló aranyat. Hogyha legközelebb lesz való a rádió műsor, akkor jöhessek. Mit hoztál? Az arany az nem egészséges ilyen szempontból, hanem a mindenmentes pudingpor, gluténmentes pudingport hoztam. És céklalevet. Hát a céklalevet már rá is vetkezik, már főzés meg. Imádom. A pudi, én szeretem, mert jók ezek a pudingporok, nem, néha szoktunk csinálni. Nagy bűn? Nem nagy bűn. Nem? Szerintem nem. A pudingok egyébként estére, hogyha mondjuk mi már nem tehén tejjel készítjük, hanem kókusztejjel, rizstejjel, akkor abszolút jó. Hát egy nem lesz olyan sűrű. Nincs túl sok kalória. Igen, nem lesz olyan sűrű, de krémszerű lesz az állaga ugyanúgy. Tehát este lehet egy pudingot, meg egy növényi alapú pudingot, nem látok benne problémát, mert összesen 100 kalória van benne. Nem egy hízlaló dolog a puding, főleg, hogyha mondjuk nem cukorral készítjük. Hmm. Mi az? Dr. Négyker. Dr. 18 kell, hogy még ilyenkor is vannak életmódtáborok. Múlt héten voltam Balaton. Csak már nagyon fáznak a gyerek. Balaton mellett. Csak már a számháború nem annyira izgi, mert mindenki megvagy. 6822. És képzeljétek el, hogy tehát azt szeretném üzenni igazából nektek meg a kedves hallgatóinknak, akik ugye 3 éven keresztül ezt a rovatot hallgatták, hogy az, aki egészségesen kezd el táplálkozni, az nem kerülheti el azt, hogy egészségesebb is lesz. A táborban ugyanis néhány nap után egy idősebb férfi, aki vérnyomás csökkentőt szedett, néhány napos étkezés, légzés, terápia, masszázs és egyéb ilyen terápiák után elhalasztott. Átballagott az örök vadászmezőkre. Letett a vérnyomás csökkentőt és aznap este sztrókot kapott. Nem volt jó ötlet. Átvették a Csőváros hátizsákját. Képzeljétek el, hogy a kemping portáját. Megint vicceltek. Három keresztül csak vicceltek, és a kedves hallgatók pedig nem fogják meghalni a fontos információt. A fontos információ pedig szerintem most az, hogy a kedves férfinek csökkent a vérnyomása, szedte a gyógyszert, tehát nem hagyhatja el ilyenkor, ugye azt, hogy mondtátok is, az nem szerencsés, viszont gyógyszer mellett a vérnyomás jelentősen lecsökkent. De mitől pontosan, mert például attól, hogy ugyanannyi vérnyomás csökkentőt szedett, igen? És fogyasztotta a céklalevet, a sárgarépát, a sütőtököt, a zabos reggelit, az áfonyát, elhagyatták vele a tehéntejet és a sajtot erre a hétre, nem fogyasztott húst és zsírt, és a vérnyomás egyszerűen csökkenni kezdett, de olyannyira lement, ugye a gyógyszer adása mellett, hogy a gyógyszer csökkenteni kellett, majd a hét közepén el kellett hagyni. Wow. Ezzel nyilván nem azt mondom, hogy hagyjuk el rögtön azonnal, hogy nyilván azt nem szabad, csak hogy ezek működnek. És nem egy és nem két alkalommal ezek abszolút működnek, úgyhogy hát minden tiszteletem azok, akik ezt megpróbálják, végzik. Sikeres volt ez a hét is. Emellett pedig írt egy sportoló nekem a múlt héten, egy élsportoló, egy gyors gyalogló, de úgy képzeljétek el, hogy egy ilyen... Hogy rohadtul eltévedt. Annyi, mert nem tudja, hogy hol van. Tudsz nekem segíteni, Gabi? 50 kilométeres hosszú távú. Támpontot, mert merül a caksi.
rohadtul be vagyok csokizva. Ezt a helyet nem ismerem. Annyit írt, hogy egyéni új csúcsot. Egyéni új csúcsot ment az új étkezés beállítás hatására. Az nyilván nem az én érdemem, hanem az elvek érdemem. Nem annyira kellett nem fosni. Nem talált tojtojt. Egyéni csúcsot ment. Óriási egyéni csúcsot ment, de én féltem, hogy összefosom magamattól a szójától, amit adtál. Javítom a hajszollára. Úgy szaladtam, olyan kis serényen szedtem a kis lábocskáimat. Úgy megkergeté bakker. Amikám ez a céklari, megtennek előadás. Semmi ilyesmi nem volt. Egyszerűen javul a vércukor szintje és a izomglikokén. És a vércukor mitől egyébként? Csak hogy egy-két példát mondjunk. Beállítottuk árpa, zab, ezen kívül cikória, különböző rostos élelmiszerek, tehát zöldség, sárgarépa, püré, paradicsom, sütőtök, tehát ajánlottuk neki kókuszsír, ugye ez volt az, ami hosszú távú energiát biztosított az ő számára, és kókusz adásával kókuszreszelék, illetve ilyen kókusz. De itt már bele kellett nézni a jegyzeteiben, nem? Mert hogy ez a viszonylag sok alkotó elem. Hát igen, nem? Igen. De ez jó. Hát ugye egy ilyen szakmai anyagösszeállítás azért nem egy két perc munkája, általában másfél-két óra, mire összeáll egy ilyen, utána még három napig dolgozok egy személyes anyagon, mire ebből egy 5-6 oldalas anyag lesz, és hát ugye ez nem játék. Tehát, hogyha valaki nem vagy 50 kilométerre gyors gyalogolni, akkor nem lehet az, hogy félúton feladja. Ez nem játék. Ha meg nem nyomsz egy szívet, akkor még több. Micsoda, nem? Hogyha nem menti el, akkor még több. Ja, nyolc éven. Gyerektek a céklali az jó, nem? Én minden nap adok neki egy poára. Bérképző vaspótló, igen. Nem fogyasztunk minden nap céklát, mert van benne némi okszalát. De hogy kinyírod a gyereked? Ne adjál neki. Ha valaki minden nap meginne mondjuk fél liter céklalevet, vagy enne ugyanennyi homoktövis előtt, vagy inna, akkor ugye az oxalát halmozódhat a vesében. Erre figyelünk, tehát spenót, cékla, zeller és homoktövis esetében az oxalátra figyelünk. De nem olvastam olyat, hogy valaki vesekövet kapott volna ezektől, mert ezek amúgy vízhajtó, és sok folyadékot fogyasztunk mellé. Na gyorsan nézzünk egy-két kérdést. Béres csepp C-vitamin 500 mg elég-e térre, Gabi? C-vitamin 500 mg? 500 mg és szer egy kis béres cseppet. De naponta nyilván. Ha itt egy 80 kilós férfiról beszélünk, akkor nem. Ha egy 48 kilós nőről, akkor azt mondanám, hogy elég. Ilyenkor egy picit növelném, tehát november-decemberben én azt mondanám, hogy a 800-900 mg-ot ezret el lehet érni. Ugye itt is a C-vitamin oxálsavra bomlik, ha már mondtam az oxalátot. Gyerekeknek 200-400 mg per nap C-vitamin adása jó. Az aszkorbinsat vagy C-vitamint az citromos vízbe, narancslébe, grapefruitlébe keverjük bele, így fog jól felszívódni, ezt nevezzük ugye Matrix hatásnak. Az jó, az én szeretem. Kianu nagy volt benne. Kismama vagyok, 4 hónapos terhes. Milyen kálciumforrás javasolsz? Zsanett kérdezi. Várandosság idején, ugye az orvos rögtön mondja a tejet, tejterméket, sajtokat. Én mandula tejet készítenék otthon, tehát héj nélküli fehér mandula, plansírozott fehér mandulából turmixolnék banánnal, és egy kevés főtt zaphelyjel egy mandula turmixot. Ugye ezek mindegyikében sok kálcium van. Egyébként a kálcium mellett ma már tudjuk, hogy magnézium, cinkréz, mangán és B6 vitamin szükséges. Ezek a diófélékben benne vannak. Ezen kívül lencsevörös lencse. Mm-hmm. Lencsevörös lencse. Na jó. Fogyasztani. Hány éves kortól ajánlod a kóla rendszeres fogyasztás? Ez nagyon fontos kérdés, tessék Gábor. Az előző témánkhoz kapcsolódik egyébként. Nem ajánlom, gondolom nagyon, nem? Nem ajánlom. Ráadásul ugye az említett példában 4 éves korú gyereknek adták ugye a kólát. Az a gond, hogy minél korábban találkozik a gyerek a kólával, annál hamarabb kialakul a felnőttkori függés. Ugye egy bögre, vagy egy pohár, tehát 2 deci kólában van olyan 80-90 gram, de minimum 60 milligram, bocsánat, nem gram, milligram koffein, amire azért figyelni kell. 8 hónapja szültem, de még mindig nem kívánom a brét. Mit tanácsolsz, Gábor? Nem, így gratulálok, János, nem is tudtam. Igen, nincs ilyen SMS-e saját sztori? Ja, vagy hova keveredett valahol? Azt mondja, hogy... A lányom kiskorában a pudingot puningnak nevezte.
Gábor, parancsolj. Szerintem te ma ne olvasd. Írja valaki, hogy puding, gyerekek, milyen puding? A vidéki ember pudingja a kocsonya. Így is van. Új, de most jön. Most jön az időszaka. Ha már volt, ugye, volt most Csabai Kolbászfesztivál? Csabai Kolbász. Most volt, a hétvégén. 17. Feri. Nem, sajnos. 17 vagyunk, de még mindig. 17 hónapos kisfiúnak. Mit ajánlasz altatás előtt, ha nem iszza a babáknak való por alapú tápszert? A babáknak ajánlott egyéves kortól a szója tejekről, az mit szólsz? Nem válik be a szójatej igazán úgy, ahogy szeretnénk, úgyhogy ilyenkor növényi tejeket, ez istej, kukoricatej, kókusztej, zabtej. Ma már lehet kapni egyébként biotejeket, biotejszíneket, ezeket ajánlom. Egy minimális mennyiségű mézzel, de igazából édesítést nem is feltétlenül kell hozzájuk. Igen, a tehéntejet javasolták régen, meg minden mai napig egy kicsit úgy esti altatáshoz, nem feltétlenül van rájuk szükség. Uh-huh. Bori kérdezi, kismama vagyok 2 hónapos, ki az apa? Olyan sok fontos és jó kérdés lenne, és ilyeneket olvastok. Igen. Grapefruit, chiamag, citromlé, banán, méz, összeturmixolom reggel, és így indítom a napomat. Megfelelő ez a vonal? Igen, de nem minden nap. Ugye mindig változtatjuk, tehát napról napra mindig más a reggelink. Uh-huh. Egyébként a chia mag egy új generációs mag. Zab, árpa... Ez most nagyon felkapott ez a chia mag. Igen, hát most egy pár hónapig ez lesz a sláger, utána majd lesz megint más. Lesz, ugye ott az amaránt, ott a köles, ott a kinoa, azt is fölkapták a kinoát. Ezek mind használhatók. A chia magban nincs semmi olyan extra, ami miatt minden nap azt kéne fogyasztanunk, csak divat lett ez a chia puding. Gyerekeknek immunerősítő flavon lekvár. Jó, nem jó, 8 és 4 éves fiam van. Ajánlom a flavonlekvárokat kiemelten, mert a gyermek nem fog tudni megenni annyi színes, bogyós gyümölcsöt. Másrészt nem is biztos, hogy ehet az apró magvas jelleg miatt, ezért a flavonok igen jó. Ugye 1-2 kanál ilyen vákumsűrített flavonlekvár, ez megfelel mondjuk egy marék friss, bogyós gyümölcs. Ezek az átmat gyümölcsök héjából készül? És ott azokat tartalmazza? Héjából, húsából kivonják a színanyagokat, flavonokat, így van. És vákumban besűrítik, tehát igazából hő alig érje a terméket. Ezek jók. De ez felnőttnek is jó lehet, nem? Egy kanál. Én abszolút ajánlom ilyenkor. Abszolút ajánlom, mert nem fogunk annyi nyerset, gyümölcset, zöldséget fogyasztani télen, mint amennyit kell. Bevallom, hogy a flavon készítmény egy olyan úgymond élelmiszeripari termék, ami kifejezetten egy jó fejlesztés. 1-6-os kadethez keresek, hátsó légterelőt. Gábor, tudsz-e segíteni? Majd nekem. Friss búza fülé naponta elég egy óvodás gyereknek télen, Timi kérdezi. Tehát minden nap. Kis búza fülé. És megissza a gyermek. Hát valahogy lenyomják rá, igen, nincs túl jó. Nem akarja, de... Igen. Abszolút, bevallom, hogy a búzafülevet megint nem adnám minden nap a gyermeknek, mert van egy májtisztító hatása. A gyermeknek nem feltétlenül kell minden nap tisztítani a máját, tudom, hogy sok a környezet szennyező anyag, de ez inkább felnőttnek való ajánlás. Azt mondja, mit tegyek, mert magas a triglicerid szintje a véremnek, ez talán egy koleszterin lehet, kérdezi egy hallgató, diétáznom kellene? Ez a vérzsír? Így van, a vérzsír egy része. Lehet, hogy túl sok fehér kenyér, vagy hát ilyen fehér termék van a háttérben, ugye a szénhidrátokból is trigliceridek képződhetnek. Ezen felül, hát ugye a céklalé és sárgarépa, párolt lilakáposzta, fokhagyma, lilahagyma, narancs és grapefruit, homoktő is. Uh-huh. Ezeket ajánlom. Amit olvastam például, ugye itt a vérnek 2 fajta koleszterinja van. Van a jó koleszterin, meg a rossz koleszterin. De nem mindegy, hogy melyik a magas. Az LDL, meg a HDL. Nem haragszatok, hogy ezt nem, tudom. Nem. Rendszámokat mond LDL, HDL. Lemmagolaj, nagyon jó a lemmagolaj, nagyon jó koleszterin csökkentő, hogy folyamatosan kellene szedni. Minden nap egy evőkanál, és 1-2 hónapon belül megemeli a jó koleszterin szintet, de lecsökkenti a rosszat. Ez így van. Lehet hozzá egy kis lilahagymát is vágni, fokhagymát, lemmagolaj minden nap, egy csapot evőkanálnyit fogyasztunk. Egyébként téli időszakban a reggel fogyasztott lemmagolaj az hőháztartást is beállítja, tehát nem fognak a végtagjaink annyira fázni, kitágítja a kézben és a lábban az ereket. Gyerekek, lehet ezt követni, ha valaki, tehát hogy így áll a lemmagolaj, a tökmagolaj, a csíjamag. Nekem úgy áll, Hogy hívják, és akkor minden kiskanál lemmagolaj, a csíjamag. Ez rutin. Kézzed egy rutin. Na de hát 50 félét soroltatok ma föl. Kézzed, hogy nálunk is van ilyen kombó, amit én szedek a gyerekkel, és így egyszerűen így ráállsz, és a gyerek egy idő után már így kéri.
És mit teszik? A Beni, maga... nagyon sok mindent adok neki, amit aztán én is beszedek, igazából. Mert ő nem eszi meg. Egy pohár rozé, egy pohár rozé, egy fél üveg barnasör. Nem, és utána ráállsz, hogy este azt kirakod a kis, én kirakom a kis olajaimat, mindegyből egy kanál, és akkor még ezt mellé teszed, azt mellé teszed, és akkor kikészíted a gyerek kis adagját, szépen ott beszemezgeti, elmegeszi, kap egy kanál csicsókát, egy kanál olajat, és akkor utána vagy elmegy a Feri, ez ugyanolyan, vagy megy a például ugye a szalonnát kolbászt a hűtőből szerintem. Neked is megvan a sorrend. Öntudatlanul veszed ki. Nem öntudatlanul, nagyon tudatos. Ja, öntudatlanul. És nem is nem mindegy, csak, hogy miért. Ilyen hangokat adsz, hogy miért nem érdekel. Nem, de azt, tehát, hogy 30 félét mondtál, amit igen jó minden nap, vagy minden másnap. Tehát, hogy ezt most nem kötözködésként kérdezem, hanem te a természetes érdeklődés, de tulajdonképpen vissza tudom folytani, hagyjuk a francba az egészet. Maradok a kolbászt. Egyébként meg lehet jegyezni. Tehát elveszed a kolbászt, meg most a csicsorolom. Mert ugye van, aki ebből a felsorolt 10-ből csak kettőt fog választani, nekem föl kell sorolnom mindet. Aha. Nem kell mindent fogyasztani nyilván. Persze, hát ezek lehetőségek. Kókuszolajú a koleszterin ellen, kérdezi Zsiga. Nem. Nem? Nem fog segíteni, azt gondolom, telített laurinsavat tartalmaz. Refluxra, gyomorra, epére, bélműködésre viszont jó. Igen, jó. Különböző halolajok, 7 évesnek például lazacolaj reggelente kiskanállal, Edina kérdezi. Igen, alkalmas. Sőt, gondolkodásra is jó, meg a 3, ugye a lennagolajban is ez van. Kukoricacsíra olaj, kendermagolaj, repceolajban és a halolajban is, ugye ezek a különböző hosszú szélláncú omega 3 zsírsavak, ezek hasznosak. Na jó van, hát akkor azért egy csomó mindent meg tudtunk válaszolni. Így utoljára. A szabad annyit hozzátenni, hogy rengeteg kérdés felmerült, én is kaptam, hát mondhatom, hogy több ezer kérdést, és elnézést kérek, hogy ezekből csak néhány tízre, vagy maximum százra tudtam válaszolni, viszont az a jó hírem van, hogy szeretnénk ezeket írásban is közölni, hogyha szabad, ha lesz rá igény, szerintem van rá igény, úgyhogy ezekkel találkozhatnak a kedves hallgatók, hogy... Hát mondjuk egy, mind dolgozol, nyugodtan elmondhatjuk meg. Persze, szóval egy kutyaházat építek otthonban. Szóval vettem egy merülő menencé és forraló dézsát magamnak, minden nap beleütök. Madáretetőbe szeretném. Na, szóval, hogy valami szóval elkészült, most fejeztem be az elmentes könyvet. A közös művünk! A közös művünk! Mi, te is írtál bele, vagy mi? Nem, hát kérdés válasz. Balázs volt a mentor. Én voltam a mentor. Én voltam az egésznek a karmestere. A karmestere. Hogy is van ez, Gábor? És aztán elmeséli 400 oldalon. Nem, gyerekek, ha én nem mozom be Biogabit, ti még mindig sötétben tapogatóztok, és mindig csak úgy el vagytok érdekelve. Megismertük egymást Gabival, és tudtam, hogy Gabinak ebben a műsorban van a helye. Itt, hogy tudatot. Hát amikor megtudtam, hogy az elmentesnek vége, gyakorlatilag, hogy valószínűleg vége. Sírtál akkor egy kicsit igen, könnyeztem, utána és azt gondoltam, hogy mi lenne, ha... Hát meg a hallgatók azt mondták, hogy szóval sokan nem tudják meghallgatni, vagy nem tudták, szeretnék elolvasni. Szerintem ezek jó dolgok. És úgy döntöttünk, úgy gondoltuk, hogy most így az ünnepek előtt nem baj, hogyha ez kijön, és sok-sok mindent írtam bele, amit nem hangzott el a műsorban. Részben pedig, ami és karácsonyra és receptek, reggeli receptekkel. Reggeli receptekkel adhatott Karira. Lepjetek már meg egy ilyennel karácsonyra. Ez tessék a minimum. Megvásárolni majd szépen. De akkor fejben készülj rá. A fejben. Tudod, mit csinálnál vele? Billag az asztalod? Vagy neked mindenki ilyen könnyed? Honnod alá kapod az méz a budira, miközben csócsálod a csécsi szalonnát? Nem, vegyes közelési kazányok. Jó lesz az valami. Lesznek benne izgalmas fejezetek. Ilyen gasztropszichológiától, a tejkérdésen át egészen a kávézásig, és sok-sok minden, amire nem volt idő, mert mindig közbeszóltatok, de nem baj, az írásban meg lesz. Igen, hát átvettük ugye a különböző érzékenységeket, a húskészítményeket, tehát annyi mindenről volt itt szó igazából, sok minden. Átvettük. Hát átvettük, hát Gabival, ja. Fölelevenítettük ezeket a beszélgetéseket. De mennyit, 50%-ot veszel a könyvből, ezért vagy? Nem ismert hát ezt igazán. 50, sosem dolgozom ilyen előtt sem, viccet, azért meg sem mozdulok. A Balitól megszokott 30 oldalas kuponszett, ott van a vég. Nem lesz kuponszett, gyerekek. Nyugi. Már ez most alig reklámos könyv. Azt már én is megbántam, nyugi, hogy ki kaszett volt az előző könyvemben. Ki lesz a címlapján? Hát ki? Egymástól tölesek?
Hát hogy ki? Hát azt még majd kitaláljuk. Ki egy gyönyörű szép fotó. Mind a ketten legyetek rajta. Hát ez valahol a Gábor is távol van. Nem Gábor, Gábor a hátulján. Én elől és valahol ott a hátul Gábor. Egy fa mögül így néz előre, egy hajposan. Nem az a lényeg, ez nem egy dizájnkönyv, nekem az a lényeg, hogy szép legyen, persze szép lesz, de hogy most ki van elől. Ez egy 250 oldalas könyv lesz. 250 oldalas. És lesz benne egy 15-20 reggeli recept fotókkal. Remélem, hogy hasznos lesz mindenkinek. Merített papír? Meséljetek még róla egy picit. Hány oldal? 250, most mondta, hogy 250 oldal. De hány oldal? Ja, most mondta. És egy csomó reggeli recept lesz képpel. Kemény kötéses ilyen, vagy ilyen? Kemény borítós. Betörünk a könyvpiacra. Ennyi. Muszáj. Muszáj. Hát hengerelni. Hát ilyen könyv szerintem most nincs a könyvpiacon, illetve ezek nem is a könyv a lényeg, hanem az információk. Az információk átadása. Ugye ez a fajta információ, amit azt hiszem, amiről itt beszéltünk, ez hiánypótló. Mert ezt nem olvashatják el a kedves hallgatók itt vagy ott, vagy mindenféle helyen. Igen. Némi kockázatot is vállalunk, de kihagytam belőle a veszélyesebb, azokat a konkrét részeket, ami támadható, viszont rengeteg olyan rész van benne, ami konkrét, tehát felsorolás, mely elszámokat helyezzük inkább háttérbe, hogyha iszunk üdítőt, akkor inkább miért válasszunk, ha tejtermék, akkor savanyított, de melyik, de miért, élő flóra, probiotikum, a gyerek válogatós, akkor mit adjunk neki, és így. Ne haragudjatok, hát bocsássatok meg, figyelj, hát ennyire, csak három év. Ennyire volt, három év munkája csak van ebben benne. Csak a segítség, de tényleg, gyereke. Hát egy Krisztus CD vagy maga, egy közös dallal. Valahogy egyébként ajánlom figyelmetekbe a KFT régi számát. A címem is volt. A siker pénzcsillogás. Amit megeszel, azt te leszel. Legyetek szívesek egyszer lejátszani. Amit megeszel, azt te leszel. És ez azért érzek, hogy mert Vikinek is megvan a karácsony ajándéka. Egy frissen dedikált, általunk dedikált, bekötött könyv. Nagy vonalú vagy. Gyerekek, két legyetitek egy csapásra. A család minden tagját leborítom ezzel a könyvvel. Terítek egyet, megvan a karácsony ajándék. És beadtolunk a boltokba. De a lóvéból elmész vásárolni valahova. Én utána meglepem magam valami szét. Aprósággal. Csak ha mellé csokoládét veszel, akkor a könyvben az egyik fejezet, hogy a magas kakaó tartalmú csokoládékról szól, de csak óvatosan vásárolunk mellé édesség. Sok ismerős gondolat lesz benne egyébként, amit már átbeszéltünk ebben a három évben, de hát nem tudtunk mit, hát igény volt rá, nem Gabi? Egyszerűen bárhol mentünk, követelték hát ezt. Hát nekem állandóan, hol a könyv? Igen. Tényleg. Hát volt rá igény. Nem nagyon bántott benne, ugye? De. Nincs bántva a tejipar, csak meg alternatíva van nekik adva, hogy a tejhez. A laktózról beszélek. Akkor Erika Ferének hozol ingyen példányt. Nem. Majd felolvasok neked. Nem. Tárnokként úgy is ráérünk. Tehát nem az a célja a könyvnek, hogy most mindenki legyen vegán, hanem a cél az, hogy tudatos legyen a fogyasztó, hogy ha választani akar, akkor inkább melyiket válassza. Ha nem a cél az, hogy ne nyomjátok a kepest. Hát persze, meg az, hogy olyan eladásokat produkáljunk, persze. Az már megvan. De Gabi, az üzleti részét viszem én majd, bízd csak ide. Honnan lehet majd letölteni? Jaj, reméljük minél később, majd az enkorról, de majd nagyon később. Az enkor a másnap már fel lesz. Nem lesz fenn. Elmentesővezet? Ez lesz? Elmentesővezet a címe. Azt tudjátok, hogy ez lenyúlták? Lenyúlták egyes termékeken, csak mondom, hogy én már hát az elmentes szót, azt igen, de az övezetet azt nem nyújtották. Elmentes az nem egy védett fogalom. Az elmentes övezet már határeset. Igen. De hát ez egy jó cím. Jó van, Gabi, na hát akkor nem sokára majd még úgy is beszélünk, megmondjuk, hogy mi a helyzet. Köszönöm. Neked azért nagyon szépen köszönjük ezt a három évnyi együtt dolgozást. Jó, mondtam is. Egy élmény volt veletek, azt gondolom. Az elejétől a végéig, remélem a hallgatóknak is jó volt. És jó hírünk van, ha véletlenül valahol újraindulunk, akkor Bajok Gabi helyett Manga Laci lesz. Valaki írta ezt. Manga Laci. Bajok Gabi helyett Manga Laci. Vagy Manga Lica. Igen, Manga Lica. Egyre jobb. Igen. Én köszönöm a lehetőséget, és jó egészséget nektek, meg egyetek okosan, meg hasonlók. Beszélünk. Na, jó, van. Egy kis székhalé. Ferinek egy kis meg a májkrém. Azt hiszem, ez miért a búcsú. Köszönöm szépen. Az a jönni haza. Nehéz a búcsúzás, de most már jönnie kell Ákos jön a híreket. Sziasztok. Köszi, Gabi. Fél kilenc múlt, pontosan 8 perccel jövünk a hírek után. Kilenc perc múlva pontosan 9 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek.
Hát ennyi, gyerekek. Kész vagy teljesen már. Te tényleg nem itt vagy, te lebegsz valahol. Tessék? Hol? Ki én? Hogy? Mit? Mi van? Ja? Budai alsó rakpart, Hoppa Margit híd környékén, Orsi. Köszi, hogy elküldted nekünk. Aztán Téglás út 4-es főúton Debrecen felől érkezők, figyeljenek, drága fotók készülnek. Megjelent már Gábor könyve? Nem találom a neten. Köszi, Oci. Most már teljesen áll a budai alsó rakpart dél felé, úgyhogy ott is vigyázzatok. Baleset az M0-áson, az M5-ös irányában, a Duna haraszti lehajtó előtt autó a tetején, nagy a dugó. Na, hát még nem jelent meg Gábor könyve, de nem sokára megjelenik. Nem sokára megjelenik. Már Polgár Peti készíti a Huna könyv című. Huna könyv. Minden, ahol lehet, toljuk. Ahol lehet, megmarjuk egymást. Huna könyv. Tényleg, le is adhatnak egyébként a Huna frekit, mert adjuk le. Ígértük, aztán nem adtuk le. Ma szerintem toljuk le mindenképpen. Jó, jó, adjuk le 9 után a Huna. Huna freki. Sorsolni, mikor sorsolunk? 9 után szerintem már. Van egy a Mastercard-os játékunk, ugye mindenféle egyéb híresztelésre ellentétben, mert különböző kártyás cégek neveit is küldik el, ahogy látom, nem Mastercard-os a játék. Tankoló kártya nem. Mit fogunk ma sorsolni? Mert van ugye egy wellness hétvégig, van a 100 000 forintos játékvásárlási utalvány, illetve még egy iPhone Ipon. 7-es. Azt holnapra hagyjuk szerintem az iPhone-t. Az legyen az Ipon, mert legyen az Ipon utoljára. Igen, mert az most szerintem a legmenőbb, legcoolabb, legcuccabb cucc. Legyen az Ipon. Tehát a kettő közül melyiket? Akkor legyen a Vazari. Igen, és akkor holnap kettőt? Hát, jó kérdés. Igen, hát akkor holnap odaadunk. Menjél telefonon egy wellness hétvégére. Akkor ma meg a 100 000 forintos vásárlási utalvány? Az is lehet, hogy választ. Nekem tök mindegy. A kettő közül választ. Ha gyereke van, akkor lehet, hogy érdemes odaadni neki a 100 000-es utalvány, vagy egy játékutalvány. Hát nézzük meg. Kettő közül választhat. Jó. Jó. Na, gyorsan megmutatjuk, hogy mi a beugró hármas ugrása. Figyeljetek. Ú, de jó dalok ezek. Mutatjuk még egyszer. Azt, amit egyenként is meg tudnám majdnem az összeset hallgatni. Jó, egyet beválasztasz, akkor legyen Huna freki. Huna freki legyen szerintem. Az nagy dalt, de utána szoktunk még egy dalt adni, akkor válaszol ezekből. Választunk ezekből, így van. Na, drága hallgatók, ha szeretnétek hármas ugrást játszani Mastercard játékunk után, akkor írjátok meg, hogy mit hallottunk. Kettő darab dalcím, vagy pedig kettő darab előadó. Vagy pedig egy dalcím és egy előadó. Az is jó nekünk, hanem ugyanaz. Egy dalcím és egy előadó. Hogy csináljátok, amit akartok. Csak küldjétek el nekünk. Jó? 6 perc, a 9 óra jövünk a hírek. A Klassz FM-en mindig az szól, amit a legjobban szeret. A legnagyobb kedvencek. Igazi klasszikusok. Klassz slágerek. This house is not for sale. Csak slágerek. Klassz FM, a rádió. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk pontosan. 8 perccel, hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk, csütörtök van, kicsit borongos az időjárás, de nem sokára újra péntek, a négy napos szünet után újra jön a hétvége. Balassa gyarmathatóságoktól mentes, csak egy kérdésről, miért nem szólal meg adásban soha? Buta? Kérdezik meg. Igen. Igen. Elkaptad az igen, illet. Igen, mit tök. Buta? Kérdezte, igen. Na. Hát mert ő nem műsorvezető, ő technikus. Így van. És annak pedig nagyon jó. Nagyon jó technikus, így van. Viszont műsorvezetőnek csapnivaló. Hát nem tudjuk. Nem hát próbáltuk, lehet, nem hogy... mertük. De egyébként lehet, hogy irgalmatlan penge. Egy időzítő bomba. Évek óta, és ő a legjobb. Nem.
Szerintem semmiképpen. Azért én felismerem a tehetséget. És azt is, ha valakiben nincs. De nem lehet, hogy altat minket? De az is lehet. A legnagyobb stand-upos lenne, ha kilöktéd egy színpadra. Buszon ülök egyenmerként, énekli mindenki a dalt. Jó is, köszi Gabi, jó is ez a dal, szeretjük mi is. Mi is itt énekeltük, dúdoltuk. Kicsit szomorúan, de dúdoltuk. Szeretünk így vidámkodni, nem? Hogy a mondani való, akkor majd, de közben mégsem. Mégsem búsulunk igazából, de hát nincs is miért. Nincs is nagyon miért. Na, azt nézem, hogy király ez az új Nox, írta valaki. Már értem, Balázs, miért vagy ilyen kis mély a bús, merengős ma, hiszen egy csodálatos, által és nagyra becsült művészel kevesebb a világ. Meghalt Oleg Popov, a leghíresebb szovjet orosz bohóc, veled vagyunk, Balázs. Egyébként tényleg, ez így van. Lehet, hogy érzem az erőben, ahogy milliók sikoltottak fel egyszerre, és utána hallgattak el, ahogy Ben Kenobi érezte, amikor ugye kilőtték az oldalán, talán, vagy nem tudom, mit lőttek ki. De hogy... ezek orosz állampolgárok voltak, igen. Ezek a milliók. Igen, lehet, hogy Popov miatt. Lehet, hogy Oleg nem baj, majd adózhatsz, amikor elmész végre a cirkuszba, ugye? És ez posztolod is a Facebook oldaladon. Igen. Még ez a ladós vagy. Figyelj, arra is, tehát, hogy maximum 2 heted van, hogy ezt összehozd. Mi a helyzet azzal? Tartanak már a próbát? A bohóc is közöttem. A bohóc próbák? Uh-huh. Hát el kell mennem egy cirkuszba, nem? Hát az ötvöséghez. Az ötvöséghez el kell mennem. Az egyetlen bátor vállalkozó. Akik ezt bevállalták. Mindenki más gyáván megfutott. Merték. Tök jó, azt mondtuk, hogy a nagy cirkusz miért nem mondta, hogy menjek, hogy indokolta meg, hogy miért nem menjek az előadásukra? Tessék? Igen. Megvolt. Nincsen bohóc számuk, azt mondták, de ez csak az egyik, a másik az, hogy én egy időzített bomba vagyok. Így van. Kivel nem lehet bírni. És mondták, hogy ne, a Balázs egy időzített bomba, nem kell nekünk. Minden idők legsikeresebb előadását tettétek tönkre most ezzel. Egyébként ez tényleg így van. Hogy ott lettél volna. De nem baj, az ötvöst összehozzuk. Azon gondolkodtam, hogy én, amikor visszaszoktam a dohányzásra, uh-huh. akkor megbüntettetek, árammal csapattatok, mi volt még, fahéjat kellett ennem, seggbe lőttél egy izével, egy ilyen puskával. De jó volt, tényleg. Nagyon jó volt, nagyon. Hogy én hibáztam, beismertem, megbüntettetek. Te nem posztolsz, akkor neked nem jár valami bűn? Dehogy nem. Hát most posztolt. Posztoltam ma. De 5 napig nem. Hello. Tovább is van igazság. Na, de várjuk ennek a bolcosnak a végét. Dösd el, hogy hova állsz. A bolcos, én azt várom csak, hogy az bekövetkezzen. Az elég büntetés lesz neki. Hogy el kell mennem a bohócra? Ja. Hát? Megyek, hát ez két hetem. A bohóc számra, az ötvös cirkuszban. Te leszel a bohóc. Én leszek a bohóc. A manézsban. Igen. Nem, titokba fogok elmenni, úgyhogy nem tudjátok, hogy mikor megyek. Jó, csak látjuk a posztodat. Csak nem tudok rákészülni, Feri, akkor nem tud bekéreckedni az ötvös cirkuszba, hogy hölgyeim és uraim! Csak ki, csak ma, csak önöknek! Jó, ezt nem szabad elmondanom előre, meg bekéreckedsz porodmesternek. Erre vigyázzom kell. Na, azt hallottátok, hogy itt forgatnak nálunk a japánok, és én ettől teljesen kivagyok. Mi, Godzilla 4, vagy mi? Nem, én nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy fenn van a bakacs és látokon, de én nem akarok japán pornófilmen szerepelni. Ti akartok japán pornófilmen szerepelni? Na, attól függ, hogy melyik szegmens. Figyelj, teljesen beteg dolgot csinálnak a japánok, most már, ahogy egyébként olvasom egy éve, és az is elképzelhető, hogy amikor én sétáltam a körúton a gyermekemmel, akkor bekerültem egy japán pornófilmbe. Csak észreveszed, hogy ha... Nem, kérdezed, hogy nem veszed észre, tudod, mit csinál? Fájt valamit, és nem tudtad, miért? De tudtál leülni hetekig? Hát akkor... Tudod, mit csinálnak ezek a kis gonosz japok? Na, mit csinálnak? Képzeld el, hogy azt csinálják, hogy egy ilyen költöztető autóra hasonlító autóval járják ők Budapest utcáit, és bentről kifelé vidáman látni mindent. Uh-huh. De kintről befelé semmit. Aha. Tehát te nem veszed észre, hogy mi történik vagy. Bent. Nem veszed észre, hogy te élő biodíszlet vagy. Bent Okufana Yakafuku. Igen. A híres és Okusana Punamuka. Okusuna Punamuka. Okusuna Punamuka. Rettenetesen tolja a műsort egy kanapén, mert hogy bent ebben a költözhető autóban van egy ágy, ahol Okusuna Funamuka rettenetesen szexel. Igen, lyukalukat csupa csula. Igen. Kicsi kukisorsenő meggel. És te közben a háttérben vidáman sétálgatsz. De mert mi a... Ez izgató, hogy... Hát mert ez úgy tűnik, hát mintha közterületen csinálnák. Igen. De nem látsz be, hogy mi történik, csak biodíszlet vagy. És az autó oldalán van egy figyelmeztetés, hogy a gépjárműben filmforgatás zajlik. De japánról melynek adott, ez korrekt. Melynek adott során, adott esetében felvétel készül
arról, hogy ön itt tartózkodik, és ezért a te felelősséged, hogy ne tartózkodjál ott. Tehát ha meglát a diszkójel... Tehát ha nem akarsz a pornófilmen szerepelni, igen, amit itt forgatnak, akkor legyél és menjél arra. Na jó, de ez mondjuk a passzív szereplés. Meg azért ez talán többet árt, mint amennyit használ. Azért megállok, na, ott, én értem. Megállok ott egy zebránál, és ott állnak egy-két... Na de állsz egy zebránál. De állsz egy zebránál. Nem, nem pörget. Ott van egy ilyen költöztető autó, kinézető autó. Nem olvasod el kicsi betűkkel, hogy mi van rajta, csak szépen elsétálsz előtte a gyerekkel. Rámész majd egy ilyen japán xrxx.com-ra, és egy év múlva azt látod, miközben Okufuna rettenetesen dolgozik, közben te háttérben ott sétálsz a gyerekkel vidáman. Nem egyszerűen ott sétálsz, hanem oda mész az autóhoz és rányomod a szélvédőre. Az arcod, már az orvos. Tudod, hogy mi van benne. Én. Igen. Ráadásul a fiú gyerekek rá vannak izgulva ugye az ilyen nagyméretű járművekre. Tehát megállsz, igen, mondjuk a fiaddal együtt ott nézed, nézd, micsoda szép kamion, Somi. És közben ott állsz és nézed, ahogy reszelnek. Gyere fel, emellekodjom. Nézd csak meg, kisfiam, mi lehet oda benne. Hát az micsoda szemétség? Hát ilyet nem lehet csinálni. Hát de tulajdonképpen közterület is, még nem is. Közterületnek számít. Nem, hát hogyne? Tehát az a te autód. Nem, ez az a szabály azon egyébként. Azon belül azt csinálsz, amit akarsz. Hát hogyha van egy átlagos autód, aminek le vannak sötétítve a hátsó üvegei, ott is gyakorlatilag bármit csinálhatsz. Igen, na de várj, nem az egyik, hogy bármit csinálhatsz, hanem hogy te videófelvételt csinálhatsz, amit aztán később felhasználsz. Mert hogy a tömegfelvételt ugyan csinálhatsz, de akkor csinálhatsz, ha megfelelő jogalapja van a felvétel készítésének, vagyis én tudom arról, hogy bemegyek egy koncertre, és ott mondjuk videóanyag készül. Na, igen. De a kamerákat, ha én nem látom, akkor az autó oldalán helyezett ismertető szöveg nem elég, mert én nem tudok számolni a filmkészítés lehetőségével. Érted? Tehát nekem mindig tudnom kell, hogy forgatnak. És akkor eldöntöm, hogy akarom-e vagy nem. De ha nem tudom, az nem elég. Aha. Na, akkor a Fókusz interjút készít veled a megjelenő Elmentes Övezet című könyvről közterületen. Igen? Én arra jár a Zsűl szegény, de hát úgy tudjuk, hogy ő bambul állandóan, nem veszi észre a kamerát, viszont besétál a képbe. És este megnézi a Fókuszt, és észreveszi saját magát. Ő perelhet, vagy nem? Nem vette észre a kamerát, de te közterületen forgattál. Téged vett a kamera, de a háttérben ő keresztül ment. Hát akkor most mi a különbség? Érted? Hogy hát az egyik egy Fókusz, a másik meg japán pornó. Jó, hát de én nem a jogszabály... a különbség. A jogszabályzást kérdezem. Mind a nézők kielégítéséről szól. Ki kéne tenni a kamerát az nem, autóra? Én úgy gondolom, hogy elég a felirat az oldalán az autónak. Most gondoljatok el, ott vannak azok hatalmas nagy parti limók. Hát azt is sejtjük nagyjából, hogy mi történik bennük, és adott esetben, hát kereskedelmi céllal biztos nem. Vagy lehet, hogy nem. Inkább így mondanám. De ott azért történnek dolgok. Igen, azért, hogy egyébként ezek nem japán filmek, hanem Enkoron hosszú napok óta fent vannak ilyen box track szex néven. Feri már üt is. Írom is. Tehát az a lényeg, hogy érted, te bekerülsz. Hát akkor, ha látsz ilyen autót, akkor menj oda, és tényleg könnyen nézz be rajta. Nézd be rajta, nem látsz be, mert ugye úgy van fóliázva, igen, de kifelé kiválóan látsz. Tehát oda kell menni, és tényleg be kell rajta nézni. És akkor megnézed, hogy mi történik. Ha esetleg látsz valamit. És mutasd el fel a hüvelykújjadat. Hajrá, hajrá! És ott vagy itt az Enkoron. Hogy leves olvasnál szádra, hogy csapasd neki! A magyarok forgatják nem japának, és pénzért bevállalják a csajok. De persze, a japán vonal, most hogy jött be? Tessék? Hunasuna. Ja. Mikorában Hunasuna. Mit kérdeztél? Már a japán fönt van a magyarországi, igen, mozi gyerekek. Hol? Az Enkoron? Nem, ez valami X-es videós. És letöltötted? Beírtad, hogy box track sex, ezt, igen, írtad be? Ezt beírtam, és a származási de ország... Hova? Ahol te kezdve gondolom hírkereső, nem? Vagy? Igen, és? Hát azért annál vannak tematikusabb oldal, akkor ezt meg én csak találni. Tanulom az internetet, érted? Beírtad a hírkeresőre? Tehát profil megtekintések 214 ezer, feliratkozók 1000, ország Hungary. Tessék, itt van. Nézd meg az MNO-n is. És akkor tulajdonképpen te úgy kerülsz bele egy filmbe, miközben ott nagyon csúnyán egymásra találnak, hogy te nem tudod, hogy a háttérben ilyen biodíszletként, hogy sétálgatsz a gyerekkel, és közben benne vagy? Pontosan. Pontosan. Mondjuk fura ízés. Egyre többször beszélek róla, de egyre kevésbé zavar. Aha. Otthon kell hagyni a gyereket. Szerintem csak ennyi. Na jó, de legalább mondják el, hogy ez az a trágy érdem. Ami ott áll a sarokban, az nem egy költöztető autó, hanem éppen abban nagyon gyömöszölik egymás. És akkor majd eldöntöm, hogy benne akarok-e lenni, vagy nem akarok benne lenni. Legalább tudjam, nem? Hát. Érted.
megáll Lőrincen egy ilyen autó, odamész, bekopogsz, hogy álljon arra, benézi áramsz, és utána látlak majd az enkoron, mint egy hülye kukkulót, aki benézi a költöztető autóba. Igen, kinézek, és azt mondom, hogy balé, elég vagy napi 4 órában, még itt is. Most fuvaromban. Tényleg így fusiznál novembertől. A kocsi kísér. Nem, te lennél a sofőr, novembertől ez lenne a meló. Hátra nézlek. Hajrá, gyerekek! Igen. Megtalálnálok, hogy álljon, és kiderül, hogy te vagy a sofőr, és ott ülsz, Fari, bocs, hát most ez a munkaütő. Szállod el, előre szólnának a hátsó ülés, hogy Jani, Éci, előre az utat figyelj. Tehát ők azt csinálják egyébként, hogy civilekkel forgatnak. Tehát ők mennek útközben, és felszednek civileket. Igen. És akkor ott a civileket, hát ugye... Készpénzzel ráveszik arra, hogy ebben a boxtrákban, ebben... De honnan tudtam én, miért mondtam én ezt a japán vonalat? Ez nekem hogy jött ez a japán vonal? Hát picit behalóztál. Tehát ugye a bevizionáltam valamit ezzel a japán vonalat? A vágyaidat is belelőtted. De nem vágyom japán nőre. De igen. Ide, hogy nem vágysz, te minden. Japán nőre is. Nem tudom, akkor ez a japán vonal lesz, hogy volt. Ott. Na, Feri már megtalálta. Andrássy út, csak mondom. Andrássy út. Most nézd meg, ott sétálsz az Andrássy úton, hát nem akarsz benne lenni. Jó, de ez kamu, hogy oda megyek egy lányhoz, és akkor ő egyből beszáll és a trákba. És véletlenül rohadt jól néz ki. Véletlenül nagyon jól néz ki, és véletlenül pont beszáll egy furgomba. De ezt nekem senki nem mondja, hogy ez igazi. Nézd meg, átvizsgatják a hölgyet. Figyelj, ahogy elnézem még itt a hölgyet, hogy nem véletlen fogok én találkozni ezzel az autóval. Keresni fogom az András. Nézd meg, ott az autó. De szeretem a téged is bevinnének egy ilyen trágba. 10 euró előtt csúnya dolgokat csinálnak. Ja, 10 euró azért. Na jó, tudom, drágább vagy 20 euró. Tudom, hogy sokat kérsz. Nem, fizetnék ért. Tényleg átlátszik a fala. Utasd. Na ezt mondom, hogy átlátszik a fala, és úgy ott közben elkerekezik egy. Hát a bringás, ha megyek az Andrássy haza, akkor én benne lehetek. Halálos, hogy nyomorultul kerekezel az Andrássy úton, mit sem sejtem, miközben egy csaj a trákon belül baromira vetközik, és éppen a csúnyáját utolgatja. Képzeld már el, hogy otthon kihasználva egy üres pillanatot, vagy az üres házat, rákeresel a videóra, elkezded nézni, mennyire jól néz ki ez a lány, úristen, hogy kapja, erre a Feri elbringázik mellett. Gondold, tényleg nincs otthon a feleséged, rettenetesen rákészülsz, minden most, aztán úgy megbüntetett magad, olyan durva lesz. Megnyitod. És elszánt szakállal ott. Látod Felit, hogy átsitál az ebrán egy bal Csabaival a kezébe. Tudod. Oda az illúzió, lecsukod a laptopot, na jó, ezt a bulit is megette a Fener. Valami Michelin csillagos haverjának átinteget egy lángolt kolbásszal a másik oldalra. Érted? Én nem akarom látni, hogy átsétálsz a Lőrinci, nem tudom milyen úton, miközben érted, én készülök nagyon elbánni magammal. De ez miért jó? Tehát ez már nem tudom. Ez a pornófilmek olyan kategóriája egyébként, ami másokat izgat, mert a nőt nem látja senki. A készítők látnak kifelé, de őket nem látja senki. Ez nem olyan, mint amikor közszeretlen szexelsz a Hősök terén, neki támaszkodva valamelyik szobornak, hanem az borzalom egyébként. Tehát ez egy mitől izgi ki? Nem tudom, de most eszembe jutott, hogy az Andrássyról tényleg. Az Andrássynál konkrétan van olyan zebra, ahol ha megállsz, akkor jobbra ott van a kórhely. Tehát simán lehet tudom képzelni, hogy a Feri tényleg kisétál, és ebben a Szegál Viktorral ott éppen dumálna. Úristen, én ezt nem akarom látni. Pont nagyon olyan hangulatban vagyok, erre látom a Ferit ott hátul kvarkogni valakivel. Csapkodja valakinek a hátát. Jézusom. Simán belekerül. Nem gyerek is akkor belekerül bár. Tehát ez miről szól? Ez arról szól, hogy engem izgat az, hogyha néznének, ezért megnézek egy olyan filmet, itt akiket egyébként lennél. Nem látnak. De őket nem látják. Igen. Mert mit tudom én, különböző fétisek vannak. Nem cipős, kötözős, bár azt én ezt értem. De ez kinek izgató? Nekem, aki azt látom, hogy egyébként azt a beépített modellt úgyse látja senki? Vagy a modellnek, mert ő azt gondolja, hogy látják, és erről készít filmet? Tehát mi a fétis? Mi van emögött? A nyilvánosság előtt végzett aktus. De miért nem mennek ki a Margit híd alá? Hát nincs nyilvánosság. Tulajdonképpen nem látod. Mert ott valószínűleg könnyebben elkapná őket egy közterületes vagy egy rendőr. Igen, most tényleg pornót néztek ki előadásba, egy jobban műsor, kár, hogy két hét múlva vége. Nem, hát teljesen diszkréten, kultúráltan beszélgetünk egy jelenségről, aminek te is áldozata lehetsz, ha egyébként kerekezel az Andrássyn úgy, hogy az ártatlan, aki nem tudja, hogy már fönn van egy japán enkor oldalon.
pedig hát, csak teker az András. Nem is japánon, egy csomó fönn vagyok. Hát én nem akarok pornofilme lenni, érte. És három közül csak Feri nézte. Mi majd de, ott van. De mutattam nektek is. Na. Keresünk már olyat, hát van olyan, hogy kicsi Irén néni így benéz az ablakon. Mert én azt azért imádnám. Tányám, arribál! Van egy pékség, szeretnénk bevakolni a sósárút. És benéz Irénét, hát még nagyon. Rettenetesen tolják a kislány. Szóval, hogy ezek milyen beteg dolgok, de tényleg komolyan mondom, nem? Nekem semmi bajom a pornóval, meg az egész, nekem ezzel nincs bajom. Csak... csak az egész nagyon de beteg. De ezzel se lehet bajod, mert nem látszik. Tehát, hogy, hát ezt mondom. Hogy akkor innentől kezdve minden oké, nem? Na hát de azért szóljanak már, hogy te pornofilmbe leszel, vagy én, vagy a járókelő, vagy a járókelő. Hát azért azt legalább hagyd tudjuk, nem? De mi hangos beszélőn? Igen. Jó napot, igen, elnézést kérünk. Kedves budapestiek, kedves sétálók, kedves turisták. Az önök mellett elhaladó nagyméretű terrautóban jelenleg felnőtt filmforgatása zajlik. Amennyiben nem kívánok ebben részt venni, forduljanak el, vagy jelezzék a filmforgalmazójának honlapját. A... Juli, Juli, te erről mit gondolsz? Gyere már be, csak kíváncsi vagyok egyébként, mint nő, mit gondolsz erről? Hogy szívesen menne. Nem, hogy ebben mi az izgató, hogy ebben mi a jó? Hogy ebben mi a jó? Tehát te neked ezt tetszik? Én totál lefagynék tőle. De hát nem látnak de be. Lát. De akkor is. Nem tudnám el... De ez nem egy kabrió. Nem tudnám elengedni magam. Mindig arra gondolnék, hogy lehet, hogy pont most. Most valaki meglát engem. Ja, hogy valaki benéz. Igen. Nem, én nem tudnám, én ezt sose élveztem. Voltam olyan helyen, ahol volt tükör például a falon. Én attól is zavarba jöttem. Tehát az élmény, hogy látod saját magadat, vagy valaki más láthat, ez engem egyáltalán nem izgat föl. Szerintem ezért sem fogok soha a büdös életben swinger klubba menni. Dehogy nem. Júli, dehogy nem. Azért egy hallgató, hogy elvitte a bank az irodát, így maradt egy furgon, ott kell forgatni. Tényleg, mert régen a casting videók azok egy irodában voltak, ugye mindig. Tehát egy honnan tudod. Hát tudom, így néztem ilyet. De ti el tudnátok magatokról képzelni, hogy egyszer... Hogy vetkőzöm egy furgonban, egy japán operatőr előtt? Nem, hogyha mondjuk ki lehetne bérelni egy ilyen furgont, feldobni a kapcsolatotokat, elmennétek a páratokkal? Ha nincs ott senki? Nincs ott senki. Ki lehetne bérelni? Ki vezet? Várj, de ki vezet? Valaki leparkol. Én körültekintő csávó vagyok. Ki vezet? Te elmész az Andrásira, a Wikivel, leparkoltok. Igen, leparkolsz. SMS-en elküldöd a kódot, hogy lehet parkolni. Megkapom az engedélyt. Hátra mászol és hajrá. Szerintem úgy. El tudnád képzelni? Szerintem úgy igen. Ha cégen belül a Garami. Garami vagyok. Kész vagytok, hova menjünk. Azt ugye el tudnám képzelni, egy sofőr, aki nem lát, hát a köröz velünk, és akkor közben ott a dolog, a hősök tere körül. Műcsánok. De téged ezt felizgatna? Nem, egyszer kipróbálnám, de ebben nem semmi, tehát úgy, mivel tudom, hogy nem látnak be, így igazából ebben semmiféle plusz faktor nincs. Őt akkor izgatnál nyitott platós. Igen, hagy hopon buszon. Nem, de egyszer ki lehetne próbálni. Kezdve, hogy a sötétbe indulnátok el, és aztán kiderül, hogy mindenki belátott. Igen, hogy egyébként meg mindenki belátott. Hogy elromlott a fólia. Ez tisztán olyan, mint ha látnának. Nem, és tényleg. Jönne a tulaj, és azt mondaná, hogy vakarnám fel, hogy azt hittük fényre sötétedik. És végig szexelnék az Andrássy útot. Ne az ott, nem a Bali. Így van. Vizes törölközővel a nyakamba, hogy szépen sírgalmatlanul pózol. Iszonyatosan nyomnám vörös fejem vizes törcsivel a nyakon. Kicsi mindjárt meghalok. És mindenki belátna, mert elnézést kérünk, még a fóliát nem tettük föl. Viszont lenne új tartalom a Facebookodra. Te Viki? Nem. Olyan fura, hogy most belátunk, biztos, majd akkor kapcsolják át, amikor elindulunk, tudod? És ez egész. Nekem azt mondták, fényre sötétedik. Nem világosodik. Szóval gyerekek, hát ez a városépítés. És más város is van? Vagy megint ide jönnek ebbe az erkölcsi fertőm, és itt okozzák hát ezt az erkölcsi fertőm. Rá. Miért minden pornós ide jön? Komolyan mondom. Miért nem látok egyszer prágai képeket? Vagy nem tudom, római képeket? Vagy a hősök terén... Az is igaz. Engem már egy kolosszeummal összezavarsz. Tehát vagy a hősök terén üzekednek, vagy a Margit híd alatt, hát sose érted, az angyalvár tövében támaszkodnak, érted? Hát most... mert soha nem látok egy-egy Vatikánban. De komolyan mondom, nem is értem. Na mindegy. Ha vannak a furgonban, az nem parkolás, így nem kell parkolási díjat fizetni. Köszönjük szépen. Ja. Az oldalra ki van írva egy A4-es lapra, hogy mi történik bent. Hát igen, erről beszéltünk, nyilván, csak azt nem látod. Hát azt nem mész oda elolvasni. Egy pici A4-es lapot 10 méterről már nem olvasol. Nem olvasol el. Igen. Ez a csali közelebb jössz, és egy kamerába így belehajolsz, hogy mi van.
Igen, láttam olyan filmet, gyerekek ott tolják a kukát a háttérben. Na, rendben. Egy másik hallgató, én is rákészültem, hogy örömet okozok magamnak egy ilyen film, erre látom, hogy a Városligetben ott gittel a kutya. Óriási. Ezek a kis életképek. Te most mondd meg, ezt nem akarod látni, nem? És utána jön Irma néni, és így botta veri a kutyáját. Ha valaki jön enyhén kapatosan, megtámaszkodik itt a háznak az oldalában, és tol egy irgalmatlan rókát. Miközben ide, ott ül, nem tudom. Olga is nagyon, Olga és nagyon vetkőzik benne. És közben kint meg valaki kidobja. Úristen, hát ez nagyon kemény. Na jó, játszunk egy jó kis hármasugrás, már itt is van a hallgatom. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Még nincs. Van cseh oldal is belőle. Van cseh oldal is? Van. Na. Ági. Jobban izgatna, hogy lejár a parkolóra, írja valaki. Kicsit húzában még 6 percünk van. Igen, küld el az SMS-t. Atya úristen. Már én is öregszem, egy ilyenek ki tudok akadni. Ilyet nem kiakadni, csak úgy, na. Lassan én is önkéntesen törködni fogok és vitatkozni a híradóval. Na mi a helyzet, Gyuri? Szerintem szervezi a randiát. Ha, igen. Viszi Mirót a furgonba. Viszi Mirót a furgonba. Halló, jó reggelt! Hellóka, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Pláne! Nagyon rosszul hallunk. János, rettetesen rosszul hallunk. Csinálj valamit, kérlek. Várjál, akkor megpróbálom. Azt mondja, hogy így jobban hallatok-e? Jobban, jobban. Oké, akkor reméljük, hogy egy fokkal jobb lesz akkor. Na hát akkor nagyon örülök, hogy... Felizgatott a téma. János, mit csinálsz éppen? Olyan kis kélyesen nyöksz. Mit csinálsz? Nem. Semmiféle kélyesség ne legyen a nyögéseimben, úgyhogy nem csináltam semmi olyat, ami esetleg... Honnan hívsz minket? Itthonról hívlak. Úgy értem, hogy, tehát, hogy hol a hely, ahol vagy. Gyöngyös. És mit csinálsz éppen? Dolgozol? Vagy mondtad, nem, ott, meló hogy... után vagyok, tehát éjszakai melóban jöttem haza, aztán még nem bújtam el pihenni, és nagy örömömre sikerül. Nem bújtál el. Na jó, nézzük a kérdéseket. Azt mondja, okay. Hogy menjünk. Melyik gyümölcs vadon termő változatát nevezik vackornak? Az a vackor, várjunk, csak azt mondja, hogy az a szerintem a szilva lesz. Jaj, de a mamat kérte más nevén. A vackor, eszegetem reggel délben, na is este 6-kor, ahogy Süsü mondta. Mi van? Ez egy klasszikus volt. Jó, most amíg elmondod a izét, ez a csokoládásat, én megölöm magam. Kiírom magam, mondom, kiugrok. Miért? Azzal jössz, hogy édermester, örök hála, de finom a csokoládé. Nem, ezt nem akarom hallgatni. Édermester, örök hála, finom ez a csokoládé. Csináljuk majd egy ilyet, hogy egy komolyan, hogy megszólaláson belül megbeszéljük azokat a dolgokat, hogyha esetleg folytatjuk valahol közösen, akkor soha többet nem fogjuk elmondani. De csak előtte nem is hallottad. Búcsúzzunk el Jánostól. János, ne arra úgy látod, milyen viccet váltották ki. Hallom, káosztra, rendesen jól van, Balázs, minden jót nektek, és tényleg bízunk benne, hogy valahol még el tudjátok ezeket a dolgokat mondogatni. Elmondjuk. János, ne arra úgy, nem a szilva volt, a körte volt. Igen, igen, már közben én is mondtam, csak a hangzavarba szerintem nem hallottátok meg, de oké, rendben van. Kicsit összevesztünk. Igen, internetet használtál esetleg? Vagy volt valami segítséged? Internetet használtál? Nem, itt agyalgattunk a srácommal, aztán én mellé nyúltam, mert először rosszra gondoltam. És ő egyébként más mondott, vagy ő is a szilvát mondta? Ő mérgében már ki is vonult innen mellőlem, mert ő a körtét mondta. Körtét mondta. Ő a srácod a gyermeket jelenti? Hogy... A srácom a gyermekemet jelenti. Mekkora? Hát ő egy 25 éves. 25 éves, na jól van. Fiatal ember. Oké, János, figyelj, hát akkor legközelebb. Jó, ennek most gyorsan vége lett, de legközelebb játszunk majd. Jó pihenés neked. Köszönjük, jó pihenés. Ciao. Szia. Most mi a bajod? Édermester, örök hála. Jaj, de most nem azt mondtam, ezt nem én hoztam be, hanem ti hoztátok be. Én a vackorosat mondtam most. Csinálunk egy ilyen megszólalást. Süsü klasszikus. Jó, ha valahol tényleg lesz folytatásnak a műsornak, az első adás, első megszólalása legyen ez, jó? Hogy elmondod, hogy jaj, de finom a vackor. Nem, a csokoláda. Én attól megőrülök. Komolyan mondom. Az is klasszikus.
neked is annak kéne lenni, mert korombéli vagy. Aha, jó. És hogyha még emelni oda dobod a téti tetűt, akkor komolyan mondom. Mit itt tétetet téti tetű által? Fél tíz múlt pontosan 3 perccel, egy pici szünet, aztán jövünk a Mastercard játékunkkal, ugye? Mert ezt kell még lejátszanunk, és jövünk mindjárt. Te a sas azért is felejtett. Na ha! Nem, én azt szoktam mondani, hogy fűre lép Nívos. Na ha! Vagy pedig azt, hogy Ádám is Eva. Sorgas Mutyi. Jövünk vissza mindjárt. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A Tiditiditi. 3:10 lesz, pontosan azt mondom, a gyerekek, csak mondom, hogy mindenki ezeket a trákos dolgokat nézi. Ugye? És bejött a garam, és mutasd azt az oldalt. Nem láttál még ilyet, Gabi bácsi. Nem igaz, hogy nem vittek még el egy billencses kamazzal. Én már szereplője is voltam egy ilyennek, igen. Nem, még nem voltam. Nem? Na jó van. Gyerekek, hívjuk a Mastercard játékunk nyertesét, jó? És ha felveszi és beszél velünk, akkor elmondja, hol használta a Mastercardját. És aztán választhat egy nyereményt. Szobám falán van egy lik, ott kukucskál Toldi Mik. Ne légy. Fekete lista lesz. Igen, tessék. Balázs, Morning Show, jó reggel. Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Gyöngyi. Hát ez már nagy öröm. Hello, Gyöngyi. Hello. Hello, mikor küldted az SMS, Gyöngyi? Hát én reggel küldtem, 7 óra fele. Reggel 7 óra fele küldted. És mikor vásároltál Mastercard-dal? Hát tegnap, szinte minden nap vásárolok. Tegnap csekket adtam fel. Ó, csekkel fizettél. Uh-huh. Csekkel fizettél. Igen. Nagyon jó. Na, hát akkor mesélj kicsit magadról, Gyöngyi, mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz? Hát én szociális gondozó és ápolóként dolgozom. Hogy tudunk mindig ilyen jól választani? Tényleg örülünk, amikor azt gondoljuk, hogy jó helyre megy majd a nyeremény. És nem írt, ezt nem is írtad meg, csak azt írtad, hogy klassz reggel, Gyöngyi, és elküldted nekünk az SMS-t, igen. Vannak gyerekek? Igen, van 2 nagyfiam, és van egy unokám, 5 Beninek hívják, 3 éves és 10 hónapos. A kisebbik fiamnak van egy élettársa, akinek most lesz szombaton 4 éves a kisfia. Ó, na figyelj, hát sok akkor szerintem neked tudod, mi lenne jó, hát nem akarlak rábeszélni, de van egy 100 000 forintos játékvásárlási utalványunk. Hát. Igen, azt szeretném, ugyanis küldtem vagy 11 néhány SMS-t. Aha, akkor marha nagy szerencséd van, mert általában én ezeket törölni szoktam, mindig csak egyet hagyok meg. Na, de egyet meghagyom, és valószínűleg azt választottuk, hogy nagyon nagy szerencséd van. Sokan azt gondolják, hogy sokszor küldik el, az nekünk jó, de nem jó, mert tönkre vágja az SMS falunkat. Itt ülsz a másik oldalon, és kemény vagy. Gyilkos. Ja, gyilkos, ott ül a másik oldalon, és könyörtelenül mindenkinek kiterdi a sok száz SMS-ét, de mindenkinek meghagy egyet. Gyöngyi, én nem akarom helyetted eldönteni, választhatsz még egyébként telefont, ha szeretnél, egy új. Hát arról azt vagy nem azt mondtuk, hogy hol. A wellness hétvége lenne a másik. Wellness hétvége, 2 főre, vagy 4 főre, 2 gyerek, 2 felnőtt, vagy pedig 100 000 forintos játékvásárlási utalvány. Melyiket szeretnéd? Egy pillanat, hadd tanácskozzak már. Kivel? Hát a férjemtől hadd kérdezzem hát már. Hát hozd oda őt is, hogy halljuk, hogy mit mond. Hívd közelebb a telefonhoz nyugodtan. Telefon, wellness hétvége, vagy 100 000 forintos vásárlás. Telefon nincs, holnap lesz telefon, nem akarom összetörni az álmokat. Igen, de ezt ígértük a hallgatóknak, úgyhogy... Akkor a játékvásárlási utalvány marad. Játékvásárlási utalvány? Igen, azt szeretnénk a gyerekeknek. Gyöngyi, gratulálunk akkor! Hát nagyon szépen köszönjük! Küldjük neked. 100 000 forintos vásárlási utalvány, az összes gyereket boldogát tudjátok ebből tenni, sőt, szerintem még marad is. Nem is biztos, hogy egybe el kell költeni, vagy egyben. Lehet, hogy részletekre lehet bontani. Jó, Gyöngyi? Jó, nagyon szépen köszönöm. Na jól van. Örülünk és, akkor. És szép napot kívánok mindnyájatoknak. Köszönjük szépen. Ciao, köszönöm. Köszi. Puszi, sziasztok. Jaj, de hosszú ez a peró, menjünk inkább kerék perón. Gyere ide gyorsan, Pável, világítsál zseblen, Pável. Jó. Megkértem a bakancsom, ha rá lépek, bakancsom. Úgy, de ideg, ez a bebben fel is veszem a nagy kabátom.
Ezek jók, János, nem mondhatod? Gyertek, ne csináljatok, légy. Na, tűzd ki az összeset, SMS killer. Lehetok, nem tiltja ki. Gyerekek, mutatjuk, hogy nem lesz balhé, bábút kap a Schröder Bachné. Levi, tűzzel játszol, te is. Gyerekek, mutatjuk, hogy mivel, mire volt szóban reggel. Egyrésztről Feri önkéntes rendőrködött, és bedobta ezt szavazásra, hogy jól tette, nyilván megvitattuk a dolgot, mert hogy látott egy 4 éves fiú tegnap kólát inni, úgyhogy az apukája adott neki kólát, odalépett, és ugye az ügyeletes önkéntes polgárőr. Csak kérdeztem, ne színezd! Ne színezd, aki egy pornókamionra vagy kiakadva, te! Igen, akcióba lépett, megvitattuk az önkéntes rendőrködés szabályait, lehet, nem lehet, és vártunk hallgatói hozzászólásokat is. Valamint Bio Gabi itt volt velünk utoljára, elbúcsúzott tőlünk, és hát elmondta, hogy mire készül, ugye többek között könyvet szeretném megjelentetni, Bali és Gabi közös könyvét, nem sokára a könyvesboltokban. Erről beszéltünk, valamint kérdésekre is válaszolt, ami drága Bio Gabiunk, úgyhogy ez történt velünk ma reggel, már is jönnek a nap legjobb pillanatok. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 8 perc múlva pontosan 10 óra. Zöld erdőben jó a kedv, ott lakik a barna mellett. Ez az. Jó van. Lehet, csak csinálja. Sinek között kutya vonyít, vigyázz, kutya jön a voni. Aha, még te. Úristen. A városban ja, nagyapára rászállott a nagyapára. Na ezért mondjuk jó. Ez jó, ezt szeretjük, ez jó egyébként. Na, hívjunk föl valakit. Mindegy kit. Az összes az rokonom. Az összes a rokonom, úgyhogy ja, gyerekek, gyerekek. Nehéz az így, nehéz az így. Komolyan mondom, nehéz az így. Morning show. Oh, így kell ezt csinálni. Jó reggel. Jó reggel. Hogy hívnak? Schmidhoffer Zoltán vagyok. Zoli, te írtad nekünk azt, hogy szobám falán van egy lik, ott kukocskál, told me. Ez jó, az, úr, igen, jó volt. Köszönjük szépen. Először is utoljára vagy nap hallgatója. Nem baj, már megvan neki. Nagyon örülök, kirázott a hideg. Ezzel te vagy a nap hallgatója. Köszönöm szépen. Jó, régóta hallgatsz minket? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy igen, de mióta a konkurencia beköpte egy értját, azóta titeket hallgatlak. Melyik konkurenciára gondolsz? Hát a kedves barátodra, Gáborékra. Hát de megy a Gábor. De van a Gábor egyébként. Na de az nem olyan, a régi az jobb volt. Értem, tehát akkor hallgattad őket, mikor még Neo volt, és az amikor megszűnt a Neo? Nem. Hát mert a Neo után... ők még bumeráng voltak, ugye, és a Neo után... Úgy van, én a bumerángot hallgattam. Valaki rábeszélt, hogy hallgassam őket. Aha. Ja, értem. Ki? Aztán így... Így alakult. Így maradt. Így alakult. Jó, hát örülünk neked, minden hallgatónak örülünk. És mit fogsz utánunk hallgatni? Hát semmit, ugyanez megy egész nap. Hát de úgy értem, hogy 18-a után, ha itt véletlenül... Hát van. Csak leszek valahol. Leszünk? Lesz, megint valami unalmas műsor, majd hallgatjuk. Leszünk? Nem, mi nem, ne aggódj, ne aggódj. Nem aggódom, nem aggódom. Még itt vagyok, ne aggódjatok, gyerekek. De jó, gyerekek, nyugi van, amíg itt vagyok, nyugi van. Jó, nyugi van, nyugi van. No para, no, gyerekek, para. Itt vagyok. Amíg, ha már nem vagyok, lehet kezdeni parázni. Amíg itt vagyok, nyugodtan. Van. Jó? Így van. Jó, okay. Van, küldjük az ajcsit. Köszi. Ciao. Hello. Most megnyitottad az egész asztalt. Gyerekek, nyugodjon meg mindenki, itt vagyok. Most itt vagyok. Ha már nem vagyok, akkor már értem, hogy pánikba lesz, itt nyugi. Na. Halljátok? Ho? Érted? Na. Itt vagyok. De most komolyan. Na. Hol vagyok? Vérnyomás visszaszáll. Itt vagyok. Normális. Itt van. Légzés. Jó, így van. Csend, nyugalom, senki igen. Nem izzad. Eső előtt köpönyeg, nyálazd meg a tökömen. De igen, nem csalás, nem látomás, apám kertész látomás. Úristen, csináljunk egy olyan adást, hogy csak éneket vonnunk. Falu végén templom, bemegyek, vagy nem tudom. Párat. Mi van a Garamival, nem ül be hozzá? Nem, már nem szeretem. Kalesz! Ennek egyébként van folytatása, és gyere falu be. Végén kocsma, bemenjek-e be hát. Na, jó. Ja, de ezt... Egyszer lehet ilyet eltolni. És azt, mert rózsaszín a babám szeme hipermangán szórtam. Mert... Ez jó. Na. És ők már kettőbe jött. Úristen, de jó. Úristen, de jó. Nem bírom abba hagyni. Mi újság van, Gábor? Beülök kell a reggeli hideg zuhany. Most már ezek után minden reggel fogok arra vágyni, hogy lehúzzátok rólam a bőrt.
Hát én nem akarom a te bőrödet lehúzni. Ha odaadod emlékbe, akkor szívesen lehúzom róla a bőrt. Ja, Istenem, Istenem. Milyen zenéid lesznek? Jó zenék? Hoztam egy feldolgozást, illetve nem is feldolgozást, hanem az eredetit hoztam, a Queen-től a Radio Gaga. Ez nekem annak idején, amikor ezt először meghallottam, nagyon nagy zenei változás volt, mert hogy a Queen akkor kezdett el elektromos hangszereket, meg elektromos dobokat használni. Tényleg, egy nagyon dobos, jó, a szakmai szemmel honnan nézem, persze, zenét. Nagyon-nagyon zseniális a felvétel, úgyhogy szerintem hallgassátok majd meg ti is, ha időtök van, persze. Garesz vagyok, itt ülök, ha új dalt kész, besülök. Úristen. Jó, hozzám is jöhetnek, szívesen megosztok egy-két gondolatot. Küldjetek ilyet egész nap, ezek jók, ezek a kis versecskék. Jó, Csabi, egész héten nincs egyébként? Per, hát már csak a holnap a hét. Ja, tényleg, nagyon kedv hangulatom volt. Igen. Jó van, Gabi, jó munkát neked, bármit is csinálsz. Mi pedig jövünk... Bármi is a te munkád, azt töltsd el kellemesen. Jobb ilyen nevezzük most így munka. Most hívjuk így. Jó, 3 perc múlva 10 óra, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.